Kedves nézőink, folytatódik a közgyűlés mai ülése, és mi is folytatjuk közvetítésünket. Csupán 2 darab napirendi pontja van a mai ülésnapnak, hiszen ez a mai nap egy vitanap, rendhagyó ülésnap. Ez a mai az egyes számú napirendi pontnál tartanak a képviselők tulajdonképpen, amely a város vagyongazdálkodásáról szól. Érvek, ellenérvek, vélemények ütköztek egészen idáig, és olyan sok a hozzászóló, olyan sokan szeretnék még elmondani a véleményüket, hogy ez az ebédszünet előtt összeírásra került, és így a hátralévő hozzászólók teszik meg most a tesznek hozzászólást. Ezután elképzelhető, hogy egy rövid ideig zárt ülésre kerül sor, majd azt követően sor kerül a 2. számú napirendi pontra, amely az intézményi átvilágításnak a részletes megtárgyalása lesz. Kapcsolódjunk bele most a véleményekbe. Nem szeretném, hogyha erre gondolna bárki is. Arra viszont szeretném, ha gondolna, hogy mindenképpen szükséges egyfajta komolyabb odafigyelés, egy olyan fogadóképesség a polgármesteri hivatalon belül, amely oda vezet, hogy nem történnek olyan jellegű problémák, amik a közüzemi RT-ben is történtek. Tehát azt mondom, hogy szükség van az ellenőrzésre, az odafigyelésre, az értékelésre a Városháza részéről, hogy ennek milyen a formája, milyen a jogszerű formája, az természetesen megbeszélés kérdése. Például elképzelhető az, ami valószínűleg most is folyik, hogy bejönnek a jelentések, bejönnek a mérlegek az adott tisztségviselőhöz, aki nyilván egy személyben ezt nem fogja eldönteni, hogy ez jó-e vagy sem, hanem kiadja azoknak a kompetens irodáknak, amelyek ezzel foglalkoznak. Ezzel kapcsolatosan merült fel egy olyan kérés, lehetőség, hogy pontosan a közüzemi RT esetében, ahol ezek a sajnálatos események, hogy így finoman fogalmazok, történtek, pontosabban lássunk, jó lenne egy olyan jellegű bizottság felállítása az önkormányzaton belül, amely mondjuk a rendőrségi vizsgálattól függetlenül is másik oldalról megvizsgálja ezt a problémát. Fölmerült még egy olyan probléma is, hogy mi van akkor, hogyha az ingatlanokat át kell konvertálni egyik intézménytől, egyik társaságtól a másikhoz. Ott nyilvánvalóan fölmerül az ÁFA, forgalmi adó oda- és visszafizetésének kötelezettsége. Ez egy nagyon komoly és fontos probléma. Az elmúlt időszak során, amikor a Kft-t megalapították, volt rá legális, jogszerű, APEC által jóvágyott lehetőség, hogy pénzmozgás nélkül kerüljön át a vagyon, ingatlan vagyon egy része a társasághoz. Meg kellene vizsgálni, hogy ez a lehetőség most is fönnáll-e. Még annyit szeretnék mondani, hogy a jogi és ügyrendi bizottság, amikor összeállította ennek a közgyűlésnek a napirendjét, a napirendi javaslatban vita vagyongazdálkodásról címmel szólt a legelső pont. Éppen ezért nem készültek és nem készülhettek föl frakciók azzal, hogy itt határozati javaslatokat fogalmazzanak meg. És én is elhamarkodottnak tartanám azt, hogy most döntsünk olyan kérdésekben, amelynek tényleg komolyabb és nagyobb következményei lehetnek. Tehát ezt tudnám javasolni, hogy záros határon időn belül állítsák össze a frakciók azt a határozati javaslat tervezetet, amellyel egy közös egyeztetés során, amely akár kis gyűlés is lehetne, egy konszenzusos állapot ki tudna alakulni, amely aztán közvetlenül és minél előbb közgyűlés elé kerülhetne. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr. A következő hozzászólási igény az Troska László, Troska Gyula képviselő úrtól érkezett. Tessék, képviselő úr. Köszönöm, polgármester úr. Tisztelt képviselőtársak. Meg kell, hogy mondjam, nem kívántam hozzászólni, de végül az a gondom, hogy igazán nem tudom, hogy most mi történik ma itt velünk. Elmondanám a hiányérzeteimet. Én azt gondolom, hogy aki a mai közvetítést követi,
az legalább annyira megfogalmazza azt a fajta igényt, amit én, hogy a város első emberének állást kellett volna foglalni, akár az első megszólalásában, programbeszédében, akár ha pedig ez így történik, akkor elnézést kérek egy összefoglalóban, hogy neki erről az egész dologról mi a véleménye. Azért is kell neki megtenni, mert őt a város választotta meg, nem frakciónak, nem körzetnek a képviseletében, hanem az egész város képviseletében, és ez a mai programunk a városról szól, a városlakókért és a városlakók érdekében. Azt gondolom, hogy ebben kellett volna megfogalmazni polgármester úrnak azt, hogy melyek a fenntartásai ezekkel a cégekkel, melyek ezeknek a cégeknek az erényei, mert ezek is vannak, és azt gondolom, hogy ez önmagában egy rendkívül jó vitaindító lett volna. Aztán a másik hiányosságom az, amit korábban felvetettem, hogy most már biztosan tudom, hogy az ilyen partalanná váló és tulajdonképpen frakció hozzászólásokból álló vitának igazán akkor lett volna értelme, ha ezeket a kérdésköröket egy igazi, több párból álló bizottsági állásfoglalás megelőzte volna, amelynek igazi vita pontjait itt a pártól való függetlenül meg lehetett volna vitatni. Én ezt is hiányolom többek között. A másik, ami alapvetően nagy kérdésem az, hogy ezek azok az anyagok, amelyek bevallom csak részben jutottak el a képviselőkhöz, és azt is el kell mondjam, súlyos hibának tartom, mert ezek nem egy egyszeri használatra szolgáló anyagok, gondolok itt az átvilágítás e témába megjelent pénzes anyagára, valamint a RTKFT-k vezetőinek informáltságára. Ezekkel nekem változatlanul egyetlen egy kérdésem van. Volt-e kérdésfeltevés az írásos átvilágítási anyagban, illetve volt-e kérdésfeltéve ezeknek a cégeknek? Én azt gondolom, elolvasva az anyagot, hogy nem volt konkrét kérdés, és erre a nem konkrét kérdésre becsülettel el kell, hogy mondjam, nagyon tisztességgel válaszoltak. Az, hogy ennek milyen haszna van, és ezt hogy lehet kiértékelni, az azt hiszem a mai beszélgetésünkből kiderül. Én egy konkrét megjegyzést szeretnék tenni, és azt gondolom, hogy mindkét érdekelt védelmében, magának az önkormányzatnak a védelmében, és a működő vagyonkezelő és értékesítő pénztermelő cégek érdekében. Az, hogy az önkormányzat különböző dokumentumaiban, költségvetéseiben ilyen hektikusan jelentkező előírásokat ad ezeknek a rendszereknek, ez oly mértékben csökkenti az értékesítésből származó jövedelmüket, hogy egyes ingatlanpiacon járatos szakemberek azt mondják, hogy minimum 30%. Tudnilik, azt tudni kell, és azt gondolom mindenki ebben a házban tudja, hogyha nekem 2 hónap áll, 3 hónap áll rendelkezésemre egy ingatlan eladására, lényegesen érték alatt tudom értékesíteni, és ez egy teljesen törvényszerű és a piac törvényeinek megfelelő dolog. Azt gondolom, hogy ebben a kérdésben ez a mai beszélgetés sürgető feladatokat kíván előhozni. Nem kívánok reflektálni igazán arra megjegyzésre, amelyben személyesen is megszólaltattam. Kérem, én azt gondolom, hogy József Attila is, Kossuth is, én nem akarok ezekhez hasonló lenni, de én is kényes vagyok arra, hogy az elmondott dolgaimat, ha szó szerint nem, de legalább a tartalmát illetően pontosan recitálják. Én szeretném elmondani, hogy én a Költségvetési Bizottság ülésen pontosan azt mondtam, szó szerint, hogy szeretném, ha a költségvetési tervezetben érvényesülne Körömi Attila által oly nagyon megvédett költségvetési koncepció alapelvei, illetve a rendkívül érdekes és számomra nagyon sokat mondó MTA anyag, amely Pécsváros jövőjét illeti. Egyiket sem találtam, és ez volt ezzel kapcsolatosan a megjegyzésem. Végezetül azt szeretném még hozzátenni ehhez az anyaghoz, illetve az eddig elhangzottakhoz, hogy azt gondolom, hogy óriási hiba e kétfajta dolog külön tárgyalása, mármint a délelőtti vagyon és a délutáni egyéb anyag tárgyalása, tudnélik, ennek nagyon szoros összefüggései vannak a költségvetés vonatkozásában. Azt gondolom, hogy erre majd még később ebben vissza kell térni. Köszönöm.
Köszönöm képviselő felvetéseit, ami azért volt szerencsés, mert egy-két félreértés lehet tisztázni valóban a felvetődő kérdések nyomán. Én hadd adjak pár mondatban választ a kérdéseire Troska képviselőtársamnak. Elsőként azt vetette fel, hogy miért nem történt egy vitaindító, egy gondolatébresztő bevezetés a részemről, amikor ezt a vitanapot elkezdtük. Hát én próbáltam egy ilyet tenni, hiszen én egyrészt igyekeztem összefoglalni azokat az előzményeket, hogy mik vezettek, vagy mik vezethettek oda, hogy a vagyonkezelés és a vagyon környékén anomáliák jelentkeznek. Szándékosan mondom ezt a szót, és nem hibákat, vagy egyéb dolgokat nevezek meg. Ezek anomáliák, amik azért jöttek létre, mert a fejlődés során rendellenességek születtek, és torz jelenségek ütötték fel a fejüket. Én ezt elmondtam egyrészt, kvázi mint egy magyarázatként az elmúlt időszak dolgaira, illetőleg a végén elmondtam, hogy én mit tartok fontosnak a vagyonkezelés során, mi az a négy szempont, nem akarom megismételni, és Só László is idézte egyébként, amire figyelemmel kell lennünk a következő esztendőkben. Én úgy érzem, hogy ez részemről tán kielégítő volt, nem akartam a szót szaporítani különböző fölösleges gondolatkísérletekkel még ezt követően. A másik felvetés, hogy volt-e kérdés intézve a cégekhez, akik az anyagot összeállították, nem volt kérdés intézve a cégeinkhez, hiszen önmagában az a tény, hogy egy vitanapot tartunk, amire eddig nem volt példa, hiszen a korábbi közülésen ilyen egyáltalán nem volt még. Nálunk is a mi működésünk alatt az első ilyen kísérlet. Önmagában ez egy ki nem járt út, nem tudtuk milyen egy vitanapnak a menete, hogyan alakulnak a különböző ügyrendi és egyéb következményei ennek a vitanapnak. Tehát ezért történt az, hogy amit kifogásolt egyébként más oldalról Gonda Tibor úr is, hogy miért nem volt előterjesztés, illetve határozott javaslat. Azért nem, mert a vitanap során, én azt gondolom, nem előterjesztésről kell vitatkozni, minden frakció adja el a maga álláspontját. Ez megtörtént, voltak átfedések, a hozzászólások között voltak eltérések természetesen, de ez volt a lényeg, tehát hogy ne egy előre meghatározott zsinórmérték alapján nyilatkozzanak meg a képviselők, hanem mindenki mondja el szabadon, minden frakció, minden képviselő, hogy erről a kérdésről mit tételez fel, milyen fontos információ és véleménye van. Ezért történt mindez, semmi másért. És végül harmadik kérdésként, hogy miért van két tárgyalás, pontosabban külön tárgyalása a vagyon témának és a átvilágítási témának. Ez pusztán a véletlen műve, hogy ez így alakult a mai napon, hiszen az ügyrendi bizottság már korábban eldöntötte azt, hogy 22-én a vitanapot megtartjuk a vagyonról, és az pedig, hogy a átvilágítás, ami napon került sorra, az egy véletlen összjátéknak az eredménye, hiszen Kerényi képviselő a múltkori közgyűlésünkön javasolt, és el is fogadta a közgyűlés, hogy erről a témáról a közgyűlésnek tanácskoznia kell, és kizárásos alapon nem volt más időpont, mint a mai délután, hogy ezt megtegyük. Ez a magyarázata, tehát nem akartunk mi mesterségesen szétválasztani semmilyen módon két témát egymástól, hanem ez így, egész egyszerűen így alakult ki. Köszönöm szépen, ezek után Kunst Mártát szólítom, aki szintén jelentkezett. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt képviselőtársak! Én Körömi Attilának a legutóbbi hozzászólására szerettem volna reagálni, azóta evédeltünk egyet, egy kicsit leigattunk, de úgy gondolom, hogy először pártpolitikusként kell megnyilatkoznom ebben a testületben. Nagyon az utóbbi három közgyűlésen úgy érzékelem, hogy Körömi Attila úr szereptévesztésben van. Nagyon örülök neki, hogy pedagógusi babérokra pályázik, mert minthogyha ő lenne az önkormányzati testületnek az osztályfőnöke. De jó lenne, hogyha ezt meghagynánk a tantermekbe, ezt a stílust, és nem minősíteni az elhangzott hozzászólásokat. Ez az egyik dolog, amit el szerettem volna mondani. A másik dolog az igazgató tanácsi tagságokkal kapcsolatos, rengetegen hozzászóltak, csak a tények kedvéért szeretném elmondani, hogy a szemben ülő padsorokból is megyei és országos pártképviselőket delegálnak ugyanezen igazgató tanácsi tagságokba, és ezért farizeus magatartásnak tartom azt, hogy itt a közéleti tisztaság egyik kitüntetett embereként, vagy kitüntetett bajnokaként tündöklünk, sőt a Körömi Attilának a pártársa az egyik önkormányzati vállalatnak az igazgatója éppen ebben a városban. Tehát akkor ezeket azért mérlegelni kellene. A harmadik pedig a vitával kapcsolatos megbeszélés megjegyzésem az, hogy
sikerült a hozzá nem értők számára abszolút követhetetlenné tenni ezt a vagyonvitát, de azért időnként a kifejezések önmagukért árulkodnak. Körömi Attila képviselőtársam azt mondta, hogy tartózkodjunk attól, hogy veszélyes konkrétumokat produkáljunk a vita során. Na most mik lehetnek a veszélyes konkrétumok? Gondolom, hogy azok, hogy ne adj úristen józan paraszti ésszer is követni lehetne a város vagyongazdálkodását, és akkor sokkal kevésbé lehetne manipulálni ezeket a dolgokat. Úgy gondolom, hogy talán éppen ez lenne ennek a vitanapnak a célja, hogy egy ilyen állapotot elérjünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kékes Ferenc, frakcióvezető úr szintén kért szót, tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Nem kívánnám túlságosan tovább gördíteni ezt a vitát, de hát ha lúd, akkor legyen kövér alapon. Azt hiszem, hogy néhány elvi jellegű és egy konkrét jellegű hozzászólás részem lenne a vagyongazdálkodással kapcsolatos vitához. Ma már itt sokan idézték Körömi Attila frakcióvezető társamat, kénytelen vagyok én is az által elmondott gondolatok egy részét idézni, amely arról szól, hogy helyezzük távol, amennyire csak lehet, a város vagyonával való gazdálkodást, csáfárkodást a napi politikától, vagyis a közgyűlés színterétől. Ez egy nagyon érdekes gondolat, csak úgy tűnik, hogy amikor a város vagyongazdálkodásának a jelenlegi rendszere kialakult, akkor sem volt meg ebben az irányban, miként úgy érzem, hogy most sincs meg a valódi politikai akarat. Tessék csak végig gondolni, hogy például mondjuk a közüzemi részvénytársaság, illetve a társaságaink, az abszolút többségi tulajdonú társaságaink működése, együttműködése és kapcsolatrendszerében ugye valahol az lenne a normális, szigorúan gazdasági, tulajdonosi, működtetési szempontból, hogy ez a részvénytársaság, ez bizony egy holding. Holding teljes egészében és teljes összefüggésében, vagyis tehát azok az üzletrészek, társasági üzletrészek, amelyek ugye ma a városházán vannak nyilvántartva, működtetve, és a közgyűlés, illetve a polgármester, illetve a frakcióvezetői egyeztetések keresztül gyakorol a közgyűlés bizonyos jogokat ezekkel a társaságokkal szemben. Ugye ebből a rideg, racionális megfontolásból mind benne kellene, hogy lennének elvileg ebben a közüzemi részvénytársaságban. Nem csak az a úgynevezett működtető, illetve a vonalas vagyonrendszer, ami jelenleg ott van. No, ez lenne az a paradicsomi állapot, amikor valójában távol lehetne helyezni a gazdaságot a politikától. Természetesen ez akkor sem valósult meg, és meglátásom szerint mostanában sem fog megvalósulni. Ez lenne az egyik racionális működtetési modell, egy valódi holding, valódi társasági és vagyoni holding. A másik racionális működtetési modell pedig az lenne meglátásom szerint, hogy nincs közbeiktatott lépcső közüzemi részvénytársaság, hanem vannak a társaságok, és van maga a polgármesteri hivatal, úgy vagy, illetve az önkormányzat maga az irodáin keresztül, aki moderálja ezeket a viszonyokat, üzleti, szolgáltatási cselekményeket, szerződések rendszerén keresztül. Efelé sincs meg a valódi politikai akarat, úgy érzékelem, tehát nem csináljuk vissza a státuszkót különböző okok miatt, amelyeket én most nem kívánok részletezni. Tehát távol a politikától a gazdálkodást, ez most így utólag ezt így kijelenteni és ezt favorizálni, ez egy picit farizeus hozzáállásnak tűnik az én szememben, mert a döntési csomópontokban, a megalakítás, megalkotás fázisában sem volt ilyen szándék, és gyakorlatilag sem így működött. Ez lenne az általánosabb elvi jellegű része a mondandómnak. A másik része, amely ma már oly sok idézést, támadást, kérdőjelet kapott, ez pedig nem más, mint a szocialista frakció által benyújtott határozati javaslat a közgyűlés felé. Miről szól ez a határozati javaslat, amelyet teljesen természetes, hogy a képviselőtársaim remekül ismernek, hisz előttük van. Nem mindenki ismeri azonban a teremben ülők közül, és azt hiszem, hogy még kevesebben ismerik azok közül, akik ma esetlegesen arra a szörnyűséges döntésre jutottak, hogy a televízió készülékek előtt töltik az idejüket.
Az eddigi vitában a különböző frakciók vezérszónokainak a gondolataiban elhangzanak ilyen csomópontok, hogy javítani kell az információs bázist a gazdálkodásra és a gazdaságra vonatkozó döntéseknél. Vagyonkataszter legyen. Ezzel pariban van meglátásom szerint a javaslatunknak az a pontja, amelyet a módosított javaslatunknak az a pontja, amely arról szól, hogy a térinformatikai rendszert a rendelkezésre álló adatokkal fel kell tölteni október 31-ig. A kérdésnek a másik részére Kahutek Anna Mária válaszolt, hogy neki milyen információi vannak már meg, illetve vannak kimunkálás alatt a város vagyonáról szóló információkat illetően. Elhangzott majdnem minden frakció részéről a koncepciónak az igénye egy szorosabb értelemben vett vagyongazdálkodási vagy gazdasági koncepcióra vonatkozó igény. Hát ezt tartalmazza a határozati javaslatunknak a második pontja, amely arról szól, hogy a tudományos élet és a gazdasági önkormányzatok véleményének a megismerésével, bevonásával meg kell alkotni a város gazdasági stratégiai tervét. Mindenki részéről szinte kivétel nélkül elhangzott az úgynevezett profiltisztításnak az igénye, amely megfogalmazódott a tavalyi márciusi önkormányzati határozatunkban, az ominózus 52-esben. Nem szól másról a hármas pontunk, mint arról, hogy ez a profiltisztítás körülbelül hogyan történhet. Nevezetesen arról, hogy a közüzemi RT-től el kell vonni az alaptevékenységhez nem szükséges ingatlan vagyont, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő piacképes ingatlanokkal együtt a piacképes ingatlanokat kezelő, működtető társaságunkba kell transformálni. Ez pedig a Városi Vagyonkezelő Kft. Pontosítottam, és ha lehetséges, ezáltal lehetővé tettem a határozati javaslat elfogadását, abban a tekintetben, hogy a lakásvagyon kezelésével is ezt a társaságot kell megbízni, abból az egyszerű megfontolásból, hogy ahol a jövedelmek, a likvid pénzek termelődnek, onnan vélhetőleg könnyebben lehetséges a 5700 darabszámos lakásvagyon kondícióinak a fenntartása, urambocsá javítása. És tettünk egy javaslatot arra nézve, hogy nem biztos, de javaslatot, hogy a közüzemi részvénytársaságnál a részvénytársasági forma-e az igazán kívánatos társasági forma. Arra teszünk javaslatot, hogy hát vizsgáljuk felül, nézzük meg, tekintsük át, hogy vajon nem lenne-e célszerűbb egy más társasági formában való működtetés. Nevezetesen a közhasznú társaságot említettük mi is. Ugye, amely egy olyan társaság, hogy alapvetően nem profitorientált, de ha mégis, akkor az alaptevékenységére, az alapfunkcióira köteles a profitot visszaforgatni. És a privatizáció felgyorsításának vagy kiszélesítésének az igénye is megfogalmazódott más frakciók részéről. Ebben a tekintetben pedig nem tettünk mást, mint javasoltuk, hogy a piac- és vásárigazgatóságnak a vállalkozási alapon történő továbbműködését célszerű végiggondolni, és ha racionálisnak tűnik, ilyen jellegű döntést hozni. Elhangzott a továbbiakban még az is, hogy a stratégia, az érdekeltség és a szervezés kérdéseiben mindenképpen változtatni célszerű, sok más frakció részéről. Nem szól másról a frakciók által előterjesztett negyedik pont, amely a célok, a feladatok és az érdekeltségi rendszereknek a harmóniáját hivatott megteremteni. És mindezt több lépcsőben, több szakaszban az 1996-os év végéig. Ezért tehát nem hinném, hogy ezek a javaslatok úgymond pótcselekvések lennének, megítélésünk szerint egészen kifejezetten konkrét és határozott cselekvések lennének. Szeretném azt felajánlani a közgyűlés frakciói részére, illetve a képviselőtársaim részére, hogy a magunk részéről ezt a határozati javaslatot nem tekintjük márványtáblába vésett határozati javaslatnak, nem állítjuk azt, hogy ennek a belső tartalmi elemeiben ne lennénk készek kompromisszumra, minden észszerű és célszerű kompromisszumra készek vagyunk, csak egy dologra nem vagyunk készek, hogy szó nélkül, javaslatok nélkül tűrjünk el egy hosszabb ideig tartó, nem cselekvést, általam puha gyümölcsnek nevezett állapotot. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr. Nálam több felírt név nincsen, akiket jelentkezni láttam volna. Van-e további szólási igény a közülés részéről?
Kerényi képviselő úr, tessék. Köszönöm a szót, polgármester úr. Kiosztásra került a közgyűlés független platformjának javaslata. Tehát a független platform a következő határozati javaslatot teszi, melyet kér elfogadni. Kis figyelmet kérek szépen, Kerényi úr, tessék. Köszönöm szépen. Tehát a határozati javaslat a következő. Határozat a város vagyongazdálkodásának korszerűsítésére. A közgyűlés utasítsa, zárójelben kérje fel a jogi igazgatási és ügyrendi bizottságot, a költségvetési bizottságot és a gazdasági és vállalkozási bizottságot, hogy a város vagyongazdálkodásának korszerűsítésére a határozati javaslatát készítse el. A határozat megalkotásához vonja be az érintett irodák vezetőit, az erre hivatott tudományos intézeteket és a kamarákat. Határidő 1996. május 1. Felelős dr. Páva Zsolt polgármester. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Molnár Tamás kérte ebbe az ügybe szót. Köszönöm szépen. Én Kerényi képviselőtársammal is egyeztetve úgy látom, hogy ez a javaslat azt hiszem, ez a javaslat elfogadható számunkra, itt közben megbeszéltük a frakciótársaimmal. Ugyanakkor két legyet is ütünk egy csapásra, hogy így fejezzem ki magam, mert egyrészt megvalósul azoknak a kívánsága, akik azt mondják, hogy ne azonnal most a szükséges pénzügyi, költségvetési vizsgálódások nélkül döntsünk egy kemény határozatról, amely a szocialista frakció hármas pontjaiban foglaltak bizony némely esetben alaposabb vizsgálódást tesznek szükségessé. Másrészt pedig én úgy gondolom, hogy ez a javaslat, tehát a szocialista frakció javaslata az egy munkaanyagnak kezelendő, amely ennek a Kerényi képviselőtársa, mint a független platform nevében előterjesztett határozati javaslata keretében kerül megvitatásra, tárgyalásra, és minden egyes pontját a három bizottság, amely autentikus ebben, mind költségvetési, mind pénzügyi, gazdasági oldalról megvizsgálja, jogi lehetőségeket megvitatja, és minden pontjában a határidők némely csúsztatása, illetve a lehetőségek feltárásával egy május elsőjei végső határidő betartásával a közgyűlés elé terjeszti. Nem egy javaslatot, úgy gondolom, hogy nem egy javaslatot kellene a közgyűlés elé terjeszteni, hanem a szocialista frakció által tett határozati javaslatnak a megvalósíthatóságát kellene pénzügyi, gazdasági, költségvetési oldalról és a jogi lehetőségek oldaláról megvitatni, és konkrét tényanyaggal alátámasztva, vagy azt mondani, hogy sajnálatosan ez a módszer nem megy, mert ilyen meg olyan költségei vannak, és egyébként is nehéz a közgyűlés elé hozni, és akkor azt javaslom, hogy az a közgyűlés dönt véglegesen ennek a határozati javaslatoknak az elfogadásáról vagy elutasításáról. Tehát a Kerényi képviselő úr által terjesztett javaslatot, mint technikai formát, mint lebonyolítási formát jónak tartom arra, hogy a szocialista frakció által tett javaslat sorozatot megvizsgáljuk minden oldalról. Kérem ezért a kettőnek az együttes elfogadását. Köszönöm. Na, a polgármester úr, tessen. Én magam is támogatom a Kerényi úr előterjesztését. Annyiban különböznék Molnár Tamástól, hogy nem technikai formának tekintem ezt, hanem lényegi kérdésnek, hogy egy ilyen határozat szülessen. Ugyanis szeretném mindenkinek a figyelmét arra fölhívni, hogy az MSZP javaslatánál azért egy pár dolog még lóg a levegőbe. Tehát elegánsan átléptünk ugye azon, amit irodavezető asszony megemlített, hogy áfa és illeték kérdések. Tehát amíg ezek nem egyértelműen rögzítettek, egy ilyen döntést meghozni, azt jelenti, hogy lehet, hogy 100 milliós vagy uram, bocsánat, milliárdos költségvonzata lesz a dolognak. Erre ma senki nem mondta itt a teremben, hogy nem lesz, mert ha mondják, hogy nem lesz, jó, hát megalapozott az előterjesztés, ugye az előbb már korrigálták a szóbotlásból adódó lakásra vonatkozó
ami nyilván nem volt szóbotlás, hanem a helyzet nem ismeretéből adódó javaslat volt, de tekintsük sajtóhibának, korrigálva lett elfogadható. Ennek ellenére is pontosan ezzel együtt szeretném kérni a testülettől azt, hogy a Kerényi-féle változatot támogassa. Köszönöm, további hozzászólások. Molnár Tamás tesó. Elnézést kérek, lehet, hogy pontatlanul fogalmaztam, vagy félreérthetően. Én is a Kerényi képviselő úr által tett javaslatot kérem elfogadni a tisztelt közgyűlés által azzal, hogy ez a testület, ami így ennek alapján feláll, vizsgálja meg pontról pontra a szocialista frakció által tett javaslatnak a megvalósíthatóságát. Én nem azt mondtam, hogy most és itt fogadjuk el a szocialista frakciónak az anyagát, mint határozatot. Köszönöm. Köszönöm, Körömi képviselő úr. Tisztelt közgyűlés, ha bárkinek a hozzászólását minősítettem volna, akkor most elnézést kérek. Lehet, hogy nem figyeltem oda, és ezt a hibát elkövettem, ami tőlem meglehetősen szokatlan. A vita nem szokatlan, a kifogások nem szokatlanok, az ellenérvek nem szokatlanok, a minősítés az. Ha ilyen előfordult, akkor elnézést kérek, és oda fog figyelni, hogy ez máskor nem forduljék elő. A következő. Sajnos megint el kell mondani, mert a játék így nem fair. Tehát az összeférhetetlenség számunkra mindig abból ered, hogy a képviselői munka mivel összeférhetetlen. A Fidesznek jelen pillanatban, a Fidesz háromfős frakciójának nincs vállalat vezetői, nincs gazdasági társaság vezetői tagja, amelyik az önkormányzat tulajdonában van, és az önkormányzat tulajdonaként működik. A frakciónak nincs ilyen tagja. Az, hogy valaki vállalja a párt hovatartozását, az talán 1996-ban egy modern fölfogásnak tekinthető, és nem kellene ugye elkezdeni sorolni, hogyha ez a logika érvényesül, akkor ezek szerint ugye az X cég nem a Fideszé, Y cég nem az SZDSZ-é, és a fönnmaradó 98 cég nem az MSZP-jé. Tehát ebbe az utcába talán nem kéne belemenni, mert nem vezet sehova. Természetesen itt egy javaslat elsikkadt kicsit a levegőbe, és mi magunk is támogatjuk a független platform javaslatát, és ehhez nem egy kettes pontot tennénk, hanem egy kiegészítő határozattal kifejezően támogatjuk Golob Ferenc MDFS képviselő, Gaváb elnök javaslatát, hogy álljon föl közgyűlési adhok bizottság a közüzemi RT ingatlan eladásai vizsgálata tárgyában, mégpedig a következőkkel indokolnám. Az igaz, hogy rendőrségi vizsgálat alá van vonva az ügy. Ebből két dolog következhet, vagy megállapítható lesz, vagy nem lesz megállapítható ugye, következtetés. Akár igen, akár nem, a rendőrségi következtetéstől függetlenül magán az önkormányzata nézve lehetnek nagyon fontos és súlyos tapasztalatok, akár hogyan zárja a rendőrség az ügyet, illetve hogyha itt ugye ügyészségi szabak ez, akkor az ügyészség. Ezért határozottan támogatjuk Golob Ferenc javaslatát, és kérjük, hogy a testület minden frakció bevonásával állítson föl a közüzemi RT vagyoneladásai tekintetében egy adhok bizottságot, és ezt ugye értelemszerűen a szövegezéssel túl sok gond nem lehet az előterjesztés után. Kérjük, hogy ugyanez a határozathoz csatolva nem A, B vagy 1-es, 2-es pont, hanem külön határozatként a testület fogadja el, és a frakciók tegyenek javaslatot a polgármester úrnak ebben a bizottságba delegálandó személyről. Kékes képviselő úr jelezte, hogy ez a távol a politikától, ez kicsit farizeus magatartás. Elhatároztam, hogy idézem, de nem idézem, mert nem rabolom a testület idejét. Egy 94. januári közgyűlési jegyzőkönyvvel bebizonyítható, annak 43. oldalán, illetve 44. oldalán elmondottak alapján, hogy eredetileg ez volt az álláspontunk, és tényleg úgy gondoljuk, hogy nem helyes az, hogyha aktuális közgyűlési többség vagy kisebbség, vagy aktuális közgyűlési alkuk révén vannak vezetve közüzemi cégek, vagy van vezetve a vagyongazdálkodás, de mivel a frakcióvezető úr maga is azt mondta, hogy vagy ilyen, vagy egyéb más indokok alapján ez föl sem merül, ezért nem az utcába ennél mélyebben nem szeretnék belemenni. Bár azt megjegyzem, hogy mindenki tudja, hogy 90 előtt nagyon sok helyi vállalkozó hogyan jutott be elvárosi üzlethez, hát ezt talán nem kell itt elmondani ebbe a testületbe. Ez a kézi vezetésnek ugye a következménye.
Én igazából amiatt kértem szót, hogy egyrészt csalódottságomnak, másrészt viszont örömnek adjak hangot, ugyanis ez a vitanap ez nem volt kipróbálva a Bécsi testületbe. Nem hiszem, hogy eredmény nélkül zárul, nem hiszem, hogy nincsenek tanulságai. Biztos, hogy ebből kiindulva a következő vitanapot, amit a vagyongazdálkodás terén nem is lehet megspórolni, hiszen tulajdonképpen évente a polgármesternek, hogy sok képviselő is mondta, be kell számolni a testület előtt. Minimum írásos formában is arról nyilván vitát lehet nyitni. Tehát gyakorlatilag nagyon jó tanulságú szolgált, hogy egy testület milyen módon közelíthet úgy a vagyongazdálkodásához, hogy maga, mint tulajdonos, a saját maga tulajdonának legalább ne ártson, ha használni nem nagyon tud. Ami miatt én kicsit el vagyok keseredve az az, hogy szerintem nem sikerült világossá tenni, de az idő az ugye bőséges a rendelkezésünkre áll. Tehát most nem sikerült talán világossá tenni, hogy mi az a fönnálló gazdasági, társasági struktúra Pécsett, amely működteti az önkormányzat vagyonának jelentős részét. Ezt a következő előterjesztéskor biztos, hogy minőségileg egész más módon lehet megoldani. Ettől a vitanaptól semmi más nem vártunk mi magunk, mint hogy minden frakció el tudja mondani a saját véleményét. Nem vártunk koncepciókat és stratégiákat, azokat nyilván csak a 95 évi mérleg elfogadása után lehet majd megtenni a testületnek, hiszen tulajdonképpen egy lezáratlan év adminisztrációs időszakában vagyunk, ezt ilyenkor vonzolgatni meglehetősen nehézkes. Az külön sajnálatra méltó, hogy az nem derült ki talán a vitából, hogy pontosan mely cégeink milyen profiltiszta feladatot visznek, mely cégeink nem visznek profiltiszta feladatot, és talán a legfontosabb az lett volna, hogyha Pécs kinyilvánítja és világossá teszi, hogy olyan gazdasági társasági struktúrát hozott létre a városban, amely egyre mindenképpen kész. Kész arra, hogyha a gazdaság szereplői közül bárki a közüzemi szférába, vagy vagyonhasznosításba, vagyongazdálkodásba, portfóliókezelésbe érdeklődik városi ingatlanok, városi üzletrészek, városi portfóliórészek, városi közüzem, vagy közszolgáltatási részek iránt, vagy erre stratégiai, taktikai elképzelése, tőkéje van, a város jelenlegi társasági struktúrája azonnal fogadóképes. Nem kell átalakítani, nem kell különböző döntéseket meghozni, csupán meg kell állapodni a jelentkezővel, szerződést kell kötni, és azonnal integrálható mindenféle tőke, mindenféle feladat átvállalás a jelenlegi társasági struktúránkban. Talán ez lett volna a legfontosabb, hogyha ezt teszi világossá a mai közgyűlés. Én nem sajnálom, hogy korrekt vagy inkorrekt viták is születek ebből a vitanapból. Valószínűleg a következő vitanapon, ami a vagyongazdálkodásról szól, már mindenki sokkal inkább, mint tulajdonos fog szerepelni, és világosan tudja maga számára is tenni, hogy az nem elég, ha nem ártunk, hanem a vagyongazdálkodás területén csak az az elfogadható, hogyha használunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. További szólások vannak-e? Ha nincs, akkor szeretném megkérdezni elsőként Kékes Ferenc urat, hogy elfogadható a Kerény úr által benyújtott javaslat a frakció számára, vagy pedig két szavazást tartsunk a két javaslatról. Köszönöm szépen. Azt szeretném kérni, polgármester úr, hogy úgymond időrendi sorrendben, beérkezési vagy kihasztási időrendi sorrendben szíveskedjék megszavaztatni a két darab határozati javaslatot. És őszinte meglepetésemre szolgálna, hogyha az MSZP által előterjesztett, meglehetősen határozott és pragmatikus határozati javaslat többséget kapna. Ennek ellenére azonban azt kérném, hogy először a, úgymond a miénket, majd a független frakció által előterjesztettet szíveskedjék megszavaztatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Körülmény Attilától azt szeretném megkérdezni, hogy miután javaslatok még nem futottak be erre az esetleges bizottságra, hogy kik lennének a tagjai, hogy ha ez szándék szintje nyilvánítja ki a közülés elegendő-e, és utána majd következő alkalommal visszatérnénk a konkrét nevesítésre. Nem szeretném tehát vindikálni a jogot, hogy én nyilatkozzak ebbe, Golob Ferenc képviselőtársam tette, én csak a technikai lebonyolításra tettem javaslatot, és abból a megközelítésből, hogy a közgyűlés ebben a konkrét ügyben tegyen valami határozott lépést, mindenképpen indokolt lenne egy elvi állásfoglalás és jelzés, hogy a frakciók kidelegálnak ebbe az adhok bizottságba, de természetesen az indítvány nem az enyém, hanem Golob képviselőtársam. Úgyhogy kérem, hogy ő nyilatkozzon erről. Köszönöm szépen.
képviselő úr. Köszönöm szépen, én is erre gondoltam. Tehát ilyen szempontból, hogy elvi nyilatkozatról, elvi határozathozatról lenne szó, esetleg ki lehetne kötni azt, hogy ez a bizottság egy héten belül fölállna. Jó, köszönöm szépen. A szavazás előtt a Show képviselő úr, tessék parancsolni. Köszönöm, elnök úr, a szót. Valóban szavazás előtt a frakció hozzászólás lehetőségét kell, hogy kihasználjam Golob Ferenc és Körömi Attila javaslatával kapcsolatban, ugyanis erről nem folytattunk semmi érdemi vitát, hogy bizottságot állítsunk föl a közüzemi RT visel dolgaival kapcsolatban. Így kénytelen vagyok közbevetőleg megemlíteni, hogy a közüzemi RT-nek természetesen van felügyelő bizottsága, aki ezt a bizonyos ügyet a teljes részletességgel megvizsgálta, kidolgozta, és ennek a jelentése megismerhető. Ennek ismeretében bírálják el, hogy szükség van-e még egy bizottságra. Köszönöm. Köszönöm. Képviselő úr, tessék. A problémám ezzel a következő. Természetesen az IT-k és a FEB-ek készíthetnek jelentéseket, azonban a politikai felelősséget a testületnek kell viselni. Nyilván Golob képviselőtársam nem véletlen tette az indítványát. Ez a testület felel politikailag a közüzemi RT környékén történt ingatlanadásokkal kapcsolatban, és természetesen kifejtettem azt is, hogy lehet, hogy sem a rendőrség, sem az ügyészség, sem a FEB, sem az IT nem tud a jogszabályokból levonható konzekvenciákat megállapítani, de a politikai testületeknek a levonható konzekvenciái mindig tágabb mozgásteret tesznek lehetővé, sokkal több tanulsággal szolgálhat nekünk, akik a politikai felelősséget vizsgálják, ezért mindenképpen támogatom Golob Ferenc képviselőtársam indítványát, hogy közgyűlési adhok bizottság vizsgálja ki a közüzemi RT ingatlanadásainak körülményeit. Köszönöm. Staub képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Amennyiben a közgyűlés úgy dönt, hogy ez a bizottság, amit az MDF és a Fidesz frakció közösen javasolt, föláll, akkor azt hiszem, az nem megy, amit Golob Ferenc mondott, hogy egy héten belül elkezd működni, akkor meg kell szavazni itt a közgyűlésen a neveket is. Így van. Magam is így jártam volna el, Kékes képviselő úr. Ügyrendi technikai jellegű javaslatot szeretnék tenni. Válasszuk külön a dolgokat. Meglátásom szerint van egy vagyongazdálkodási korszerítésre vonatkozó határozat halmaz, amely majd eldől, hogy melyiket fogadja el a közgyűlés. Ne legyen egyiknek sem immanens szerves része ez az adhok bizottság. Az egy külön határozat legyen, ne kapcsoljuk össze ezeket a dolgokat. Jó? Köszönöm. Igen, köszönöm. Így terveztem én is, tehát Kerényi képviselő úr, tessék parancsolni. Szeretném feloldani azt a problémát, ami az előterjesztés gyorsasága és meg nem vitatása ügyében itt keletkezett. Gondoljuk meg, hogy egy hét múlva 29-én közgyűlésünk van, és akkor én inkább azt javasolnám, hogy ez a határozati javaslat a 29-i közgyűlésre kerüljön be. Köszönöm szépen. Elfogadható javaslatevők részéről, hogy 29-én szavazzunk erről? Köszönöm szépen, Golob képviselő azt mondta, igen, akkor erről most nem tartunk szavazást, mert kérem majd, hogy emlékeztessenek rá, mint akkori vezető elnök, hadd tegyen meg ezt a szavazást. Bödő képviselő úr, tessék. Azt javasolom, hogy az MSZP határozati javaslatát pontonként szavazzuk meg. Köszönöm az előterjesztőt. A javaslattevőt kérdezem, hogy ezt elfogadja, mert tőlük függ alapvetően. Hát ez egy új elem. Megvallom, őszintén gondoltam rá, de nem gondoltam, hogy más is gondol rá. Én azt szeretném, hogy úgy csomagba, jó, változtatás nélkül így szíveskedjék előterjeszteni a polgármester úr a határozati javaslatunkat. Köszönöm szépen. Én ennyi jogot adok a javaslattevőnek, hogy ő döntse, hogy milyen módon kívánja szavaztatni a javaslatát, tehát csomagban fogom ezt a kérdést feltenni. Ügyrendben, Körömi képviselő úr, tessék. A Fidesz frakció vezetője nevével, tehát a Fidesz frakcióként szünetet kérnék. Akkor 5 perc szünetet elrendelem, köszönöm szépen. Kedves nézőink, folytatódott a város közgyűlésének mai ülése, február 22-i ülése.
Tulajdonképpen ez egy vitanap. Az egyes számú napirendi pont, vagy akkor nevezhetem vitapontnak is, az egyes számú vitapont tárgyalásánál tart még mindig a közgyűlés, amely a város vagyongazdálkodásáról szól. Nagyon hosszú vita bontakozott ki arról, hogy ennek a mai napnak legyen-e valamilyen fajta konkrét határozati javaslati vége, vagy gyakorlatilag ez a mai nap merüljön ki csupán az érvek, ellenérvek, problémák felvonultatásában. Most úgy néz ki, mégis lesz valamilyen fajta határozati javaslat a végére, és mielőtt a Szocialista Párt által beterjesztett határozati javaslat megszavazásra, illetve szavazási procedúrája elkezdődött volna, most a Fidesz vezérszónoka szünetet rendelt el, szünetet kért. Meglátjuk, hogy milyen módon folytatódik ezután a közgyűlés. Kedves nézőink, folytatódik a közgyűlés. Egy rövid szünet volt most, egy 5 perces szünet tartott, amelyet a Fidesz vezérszónoka kért. Gyakorlatilag hamarosan szavazásra kerül a sor. A mai vitanap úgy néz ki, elképzelhető, hogy egy határozati javaslattal zárul, legalábbis ez az egyes pont, amelyet az MSZP terjeszt majd elő. Kerényi képviselő úr még valószínűleg egy módosító javaslat áll elő, majd reméljük, szavazásra is kerül sor. A város arra hivatott tudományos intézetei és a kamarák bevonásával a város stratégiai gazdasági tervét. Határidő 96. szeptember 30. felelős polgármester úr. Hármas pont. A közgyűlés utasítsa, kérje fel a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságot, a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági és Vállalkozási Bizottságot, hogy a város vagyongazdálkodásának korszerűsítésére a határozati javaslatát készítse el. A határozat megalkotásához vonja be az érintett irodák vezetőit, az erre hivatott tudományos intézeteket és kamarákat. Határidő 1996. május 1. felelős polgármester úr. Négyes pont. A város gazdaságfejlesztési stratégiájának elkészülte, valamint az ott megállapítottak alapján meg kell teremteni az önkormányzati célok és feladatok, valamint a hozzá tartozó vállalatok érdekeltségi rendszerének összefüggéseit. Határidő 96. december 31. felelős Páva Zsolt polgármester. Kérem Kékes frakcióvezető úr véleményét, hogy befogadja el az új javaslatot. Átadom a szót, tessék. Köszönöm szépen, egy termékeny szünet volt, úgyhogy a frakció nevében bejelentem, hogy elfogadom, úgymond befogadom ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm, tisztelt közülés, mielőtt szavaznánk, pár mondatot hadd szóljak végül zárszóként. Én úgy gondolom, hogy mindenfajta ellentétes elképzelés és híresztelése szemben ez a mai vitanap nagyon is hasznos volt, hiszen megismertük egymás álláspontját ebben a kérdésben, ebben a nem csekély kérdésben. Olyan gondolatok születtek, amelyek arra inspirálták a különböző más frakciókat, hogy ezeket a gondolatokat ők is átgondolva netán befogadják vagy elfogadják ezeknek a helytállóságát és jogszerűségét, hiszen mindamellett, hogy voltak nyilván nem kis számban ellentétes gondolatok, de ez a mostani, legutóbb elhangzott javaslat is azt tükrözi, hogy a vagyongazdálkodás egy jelentős részében a közgyűlés pártjai között független a pártállástól egyfajta konszenzus uralkodik. Tehát én ezt örömmel konstatálom, és egyúttal jelzem a város tévénézőinek is, akik nézik ezt a mai közvetítést. Én azt gondolom, hogy mindemellett, hogy ezt a határozatot hamarosan a közgyűlés el fogja fogadni, szükséges lenne más lépések megtétele is. Én most, miközben ez a vita folyt, a mai nap folyamán gondolkodtam, milyen megoldások jöhetnek szóba, és arra a döntésre jutottam, hogy a cégeink delegátjaiból én szeretnék egy állandó konzultatív testületet felállítani, amellyel bizonyos időközönként konzultálva
az információkat kicserélve közvetlen módon, tehát nem hírvívők útján és nem közvetett módszerekkel talán lehet olyan megoldásokat kitalálni, ami ezt a javaslatot, amit nem sokára meg fogunk szavazni, minden bizonnyal erősíteni tudja. Tehát ezt szeretném bejelenteni a közgyűlésnek, hogy egy ilyen csapat össze fog állni hamarosan, és ezzel a lehetőséggel talán jobban tudunk élni, és erősíteni ezt a munkát, amit amely nappal tulajdonképpen hivatalosan is megkezdtünk. Köszönöm szépen mindenkinek a közreműködését a vitam során, és akkor most szavazunk a határozati javaslatról. Tisztelt közülés, 30 igen és 5 tartózkodással közülés a javaslatot elfogadta. Kedves nézőink, sok hosszú vita folyt arról, hogy végződjen valamilyen fajta határozati javaslattal ez a vitapont. Ez gyakorlatilag ez megtörtént határozati javaslattal zárult az első vitapontnak a megtárgyalása. Sajnos ez menet közben lett benyújtva, ez azt jelenti, hogy a tudósítóhoz nem érkezett meg ez a fajta határozati javaslat. És mindahogy azt hallhatták, mostantól kezdve egy rövid ideig zárt ülésre kerül sor. A vízműnek juttatandó hitelről lesz szó. Megszakítjuk akkor a közvetítésünket, majd ahogy lehet a kettes számú napirendi ponttal folytatjuk. A közvetítést, amely a már sokat emlegetett intézményi átvilágításnak részletes megtárgyalása lesz. Kedves nézőink, véget ért a zárt ülés. Az önkormányzat a kettes számú napirendi ponttal folytatja a mai munkáját. Ez a kettes egyébként már az utolsó, tehát a mai nap csak 2 darab napirendi pont volt. Az intézmények átvilágításáról van szó, illetve már ez az intézményi átvilágítás korábban megtörtént, csak az eredményét egyes képviselők úgy érezték, nem került kellően nyilvánosságra. Így most gyakorlatilag beszámolót hallhatnak önök, és beszámolót hallhatnak a képviselők is arról, milyen eredménnyel is zárult ez a bizonyos intézményi átvilágítás. Különböző feltételekhez kötött számításokat tartalmaz ez a modell. Az első minden esetben a tényleges helyzeten alapuló számítás, ezt követik a különböző konkrét szituációhoz kötött számítások. Annyit szeretnék hozzátenni ezt, hogy ezek a modellezések a hatályos és érvényben lévő oktatási törvény alapján történtek meg, tehát nem rugaszkodtak nagyon el a törvényi valóságtól. Én ennyit tennék a technikai oldalához hozzá. Elég hossz előterjesztés, tehát nagyon nem érdemes ragozni, legalábbis előterjesztőként úgy gondolom, várom a véleményeket. Előtt azonban megkérném Tóth Bélát, hogy egy-két információval még egészítse ki az általam elmondottakat. Átadom a szót az iroda vezetőjének. Tessék parancsolni. Köszönöm a szót. Annyival szeretném kiegészíteni, hogy az Infotech Kft. Áprilisban kapta megbízását az átvilágítás elvégzésére. Ez a munka egybeesett az országos átvilágítását, a minisztérium rendelt meg ugyanennél a cégnél. Ez annyiban előnyös volt iskoláink számára, hogy azt az óriási munkát, ami a kérdév kitöltését jelentette, egyszer kellett elvégezniük, hátrányos abból a szempontból, hogy a földolgozás hosszabb időt vett igénybe. Az értékelés számítógépes módszerrel történt, ennek az volt a magyarázata, hogy így gyorsabb a dolog. A kérdőívben több helyen elrejtettek a készítők különféle csapdákat, ami azt eredményezte, hogy az igazgató csak a valóságot tudta ebbe a kérdőívbe leírni. Ennek a következménye az lett, hogy többször kellett igazgatóinknak bejönni hozzánk és az adatokat
kiigazítani annak érdekében, hogy a számítógépbe is vegye ezeket az adatokat. Az átvilágítás a számításokat tartalmazza, hogy polgármester úr elmondta, a bért pontosan számolták ki viszonylag, tehát a városban az adott intézmény típusban működő összes pedagógus, illetve technikai személyzet bérét összeadták, és ebből számították ki az átlagot. A mellette lévő szorzó, az tulajdonképpen a KJT szorzónak felel meg. Tehát ez egy reális dolog, és hát ehhez képest különféle szimulációs számításokat végeztek el. A hátránya az ennek az átvilágításnak, hogy az iskoláknál nincs tekintettel szakokra, szakpárokra, nincs tekintettel arra, hogy az illető iskolában milyen program megy, nincs tekintettel arra, hogy milyen csoportbontásokra van engedély az iskolának. Ő egyszerűen csak a törvényi alapszámok alapján számol, hiszen minden más engedélyezés az önkormányzat feladata. A másik dologhoz, az ipargazdasági Kft. Anyagához annyit tennék hozzá, hogy ők szeptemberben kapták a megbízást, és október 20-30-a között szállították az eredményt. Tulajdonképpen a munkájukat az jellemezte, hogy az intézmények vezetőivel egy esettanulmányt készítettek, ami az intézmény jelenlegi helyzetét, illetve terveit, lehetséges elmozdulásait vette tekintetbe. Utána ezt az anyagot megküldték az intézményeknek is, az intézmény vezetők elmondhatták a hozzászólásaikat, illetve javíthattak ezen az előzetes esettanulmányon, majd ezután vonta le a következtetéseket a Kft., ami az anyagban benne van. Mivel a közművelési ágazat nem számszerűsíthető olyan mértékben, mint a közoktatási ágazat, így természetesen ilyen számításokat ők nem is végezhettek el. Köszönöm szépen, én ennyit mondanék kiegészítésképpen. Köszönöm szépen, irodavezető úr, Molnár Tamás, képviselő úr. Technikai kérdésem lenne csupán, mivel a második részben szereplő Ipargazdasági Kutatóintézet által végzett átvilágítás kiterjedt a gazdasági társaságok bizonyos körére is, ugyanakkor a meghívóban szereplő napirend szerint a intézmény átvilágítás megtárgyalása a mai második napirendi pontunk. Kérdésem az polgármester úrhoz, hogy a meghívóban szereplő napirend pontban foglalt tartalomhoz ragaszkodunk, tehát a intézményi körre szűkítjük-e a mai vitánkat, vagy pedig az egész kutatási anyagot áttekintve a GTK ügyét újra elővesszük, amit én magam részéről nem tartok indokodnak, hiszen a fél napunk azzal telt el, hogy erről beszéltünk. Hát magam is pont emiatt gondolnám úgy, hogy miután az első nap első és jelentősebb részében pont ezekről a dolgokról volt szó, nem volna tanácsos még egyszer visszatérni erre a dologra, de hogyha nyilván olyan igény vetődik fel a közgyűlés oldalára, akkor ezt nem tudjuk megtagadni, ezt az igényt. Tehát én ezt csak ajánlani tudom a közgyűlésnek, hogy ezen lépjünk túl és maradjunk az intézményeinknél. Köszönöm. Köszönöm. Hódos Ivára, képviselőasszony. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én is úgy gondolom, hogy maradjunk az intézményeknél, és ehhez kapcsolódik tulajdonképpen a kérdésem, ami lesz, hogy én úgy gondolom, hogy ez a tájékoztató az intézmények átvilágításáról szól, ebbe a gazdasági társaságokat, ha nem is veszem be, viszont nagyon szorosan beletartoznának az egészségügyi intézmények és a szociális intézmények. Szeretném megkérdezni, hogy tudtam, hogy az átvilágítás megtörtént, mi az oka annak, hogy ezek nem kerültek be ebbe az anyagba, sőt, most csak az egészségügyi intézményekről beszélek, az egészségügyi bizottság elé sem került még semmiféle anyag ezzel kapcsolatban. Egyáltalán van-e már valami elképzelése a város vezetésének, vagy nem tudom, a polgármester asszonyhoz és a tanácsnok úrhoz intézem esetleg a kérdésemet, hogy van-e valami elképzelés már ezzel az intézményi területtel kapcsolatban, és hát mivel két héttel a költségvetési vita előtt vagyunk, hát van ennek valami kihatása a költségvetés, akár pozitív, akár nagy isten negatív irányban. Köszönöm szépen. A kérdés annyiban jogos, hogy valóban a átvilágítás kiterjedt ezekre az intézményekre is, tehát a szociális és az egészségügyi intézményekre is. Tulajdonképpen én is most döbbentem rá erre a dologra, hogy ez hiányzik az előterjesztésből, úgyhogy én azt fogom kérni irodavezető úrtól, akit látok, hogy itt van a teremben, hogy
röviden és a lényeget törően próbálja összefoglalni a már létező jelentés tartalmát, ami ide vonatkozik, mint egy kiegészítve az előterjesztést, és azt is kérném az illetékes bizottság elnököktől, hogy ezt az előterjesztést, illetve pontosabban ezt a vizsgálatot és a vizsgálat eredményét a szakbizottságok tekintsék át. Én úgy gondolom, hogy nem minden esetben, de némely esetben vannak ennek költségvetési relevanciái. Azért mondom ezt ilyen óvatosan és ilyen visszafogottan, mert ahogy erre utaltam az első mondataimmal, ez az anyag konkrét számításokat és konkrét modelleket lényegben az oktatási intézmények tekintetében javasol. A többi esetben, így a szociális szférában is, amit képviselőasszony joggal kifogásol, nincs az anyagban, ezeknél inkább ilyen általános jellegű és a működésüket talán hosszabb távon befolyásoló javaslatokkal operál, tehát a közvetlen megvalósítás az semmiképpen sem tehető meg, hiszen ezek olyan intézkedések, amelyeket itt felvett különböző vonatkozásokban, amelyek megvalósítása több hónapot vesz igénybe, tehát lényegében a költségvetési rendeletben ez legalábbis most első körben nem szerepeltethető. Tehát el tudom képzelni azt, hogy amikor a bizottság ezeket az intézkedéseket megtárgyalja, amit az anyag javasol és az átvilágítás javasol, és ezek között vannak olyanok, amiket meg kell valósítani, az esetben ez megtehető, és utána a költségvetés módosításakor építhető be az ezévi költségvetésünkbe. Tehát én ilyen két lépcsős megoldásra tudom ezt a lehetőséget elképzelni, és ezt is javasolom a közgyűlésnek. De ezek után kérném Sohár irodavezető urat, hogy a tartalmat ismertesse a vonatkozásban. Tisztelt közgyűlés! A szociális és egészségügyi intézmények átvilágítását is az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. Végezte, és határidőre leszállította azokat az anyagokat, amit a szerződésben ígért. Mindkét területnek az átvizsgálása Tóth Béla irodavezető úr által ismertetett módon, tehát esettanulmányok alapján történt. A kutatóintézet munkatársai közvetlen megkeresték az egyes intézmények vezetőit, mély interjúkat készítettek, amely kiterjedt az alaptevékenységre, a személyi ellátottságra, a gazdasági kérdésekre, és tehát elég mély területről nyerték az információkat. Ennek alapján állapították meg az egyes intézményekre vonatkozó, vagy határozták meg a következtetéseiket. Összességében a szociális intézményekre vonatkozóan az anyag megállapítja, hogy lényeges nagyságrendű elvonás a szociális területen nem lehetséges, de megemlít olyan gazdasági, vagy gazdaságossági megfontolásokat, amit a jövőben, és talán már a 96-os év költségvetésénél is figyelembe lehet venni. Az egészségügyi intézmények vonatkozásában az egyesített egészségügyi intézményeket vizsgálta, annak mértékéig, amennyiben, illetve annak mértékéig, ahogy a Pécsváros önkormányzata támogatja az egyesített egészségügyi intézményeket. Ez egy kis, viszonylag kevesebb összeget képez, mivel az egészségügyi intézmény működése az nagyobb részt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár útján történik. Konkrétan vizsgálta az intézmény feladatkörét, szervezetét, a fekvőbeteg intézményekkel kialakított szakmai együttműködés, betegforgalmi teljesítményadatokat, itt az alapellátás, járóbetegellátás, gondozóintézeteket, a létszámellátottságot, a műszerellátottságot, az épületállomány állapotát, a szakrendelések privatizációjának lehetőségeit, az intézmény gazdálkodását, és amint említettem, az önkormányzatok kapott támogatás mértékéig. Az alapellátást és a szakellátást kérdőíves módszerrel konkrét felmérést készített arra vonatkozóan, hogy a szakellátások
dolgozói, itt a szakdolgozók és egyéb fizikai dolgozókat is megkérdezve, hogy vannak megelégedve a bérükkel, a műszerezettséggel. Ugyanígy történt az alapellátásnál is. Szinte minden egyes házi orvost, házi gyermekorvost megkérdezte kérdőíven, hogy az ellátáshoz szükséges felszerelés rendelkezésre állít-e, itt arra gondolva, hogy van egy Népjóléti Minisztériumban rendelet által meghatározott alapfelszerelési jegyzék, aminek minden házi orvosi, felnőtt és gyermekházi orvosi rendelőbe rendelkezésre kell, hogy álljon a praxist végző orvosnak. Hát itt a kérdőveken visszajött válaszok alapján megállapítható az, és ezt a tanulmány is megállapította, hogy nagyon sok esetben az alapfelszerelés teljes egészében nem nincs meg a házi orvosi praxisoknál. A műszerezettség tekintetében megállapítja a tanulmány, hogy az elmúlt években az Egyesített Egészségügyi Intézmények gépműszer beszerzéseivel a műszerezettség nagymértékben javult. Tehát konkrétan azt hiszem úgy fogalmaz, hogy sürgős, nagyértékű műszer beszerzésre jelenleg nincs szükség, hanem a meglévő állomány fenntartására, karbantartására. Röviden ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Virisnyik Zoltán képviselő. Ügyrendben, tessék, Lombári képviselő. Tisztelt polgármester úr, 10 órától 3:46-ig Körömi Attila után szabadon a város tanácsi vállalataival foglalkoztunk, minden apró cseprő dologgal. Az első napi rendi pont szerint a vagyongazdálkodásról című szóbeli beszámoló kapcsán. A második napi rendi pont, amire 3:46-kor került sor, és most 6 óra van, tájékoztató az intézmények átvilágításáról. Kaptunk egy 12 oldalas általános szöveget, amelyben két komoly tétel nem szerepel, nevezetesen az egészségügy és a szociálpolitika. Mondjuk kiragadok egy tételt, a Pécsi Szimfonikus Zenekar ebben 3 sorban szerepel. A zenekar saját bevételeinek szponzori támogatásának növelése lehet a feltétele annak, hogy a zenekar tagjának személyes jövedelme növekedjen. Tisztelettel bejelentem, hogy a Kulturális Bizottság, nyilván az Oktatási Bizottság 7 nap alá téve tárgyalja a szerkezet átalakításnak a ezernyi gondját. Nagyon jól tudjuk, hogy itt emberek sorsa függ attól a döntéstől, amit mi most 6 órakor elkezdünk valami módon bonyolítani. Nyilvánvaló, hogy akik az oktatási, vagy egészségi, vagy a kulturális bizottságban vannak, azok tájékozottak. A 44 képviselőből témánként 40 ezt a 3 sort kapja meg, ennek alapján kell dönteni. Én az érzésem, ahogy az előzőekben arról volt szó, hogy a bizottságok tárgyalják meg, és a bizottságok hozzák a közgyűlés elé, van olyan komoly téma, az egészségügy, a szociálpolitika, az oktatás és a kultúra, mint a gazdaság. Tudjuk, hogy az alap és felépítmény bűvöletében éltünk, de én nekem az a javaslatom, hogy most 6 órakor megalázó erre a 4 területre, hogyha most elkezdünk akármilyen párbeszédet folytatni. Ezzel nem zártuk le az ügyet, ezzel elindítottunk valamit, de most le kellene zárni, végig gondolni komolyan, és a bizottságokból kiindulva kellene egy állásfoglalást, bizottsági állásfoglalást a 44 képviselőre terjeszteni, akkor tudunk dönteni. Én azt javallom ismételten, hogy fejezzük be 6 óra 5 perckor, semmi okosat nem fogunk tudni kitalálni, vagy csak kapkodva tudunk állítólagos döntéseket hozni. Köszönöm, és akkor mikor tárgyaljuk, vagy mikor folytassuk ezt a tárgyalást? Én azt hiszem, hogy ez egy közgyűlést megér, ez igazából mind a 4 terület olyan életbe vágó, ami fontos, hogy egy-egy közgyűlést megérdemelne, de egy közgyűlést erre kellene szentelni, erre a 4 területre. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Én nem tudom, hogy milyen határidő van, mikor kell egy újabb közgyűlést beiktatni. 29-ig nem fognak végezni a bizottságok ezeket megtárgyalni. Hihetetlen sok feladat van. Én
Ugyan a kulturális bizottság nevében kijelentetem, hogy 29-ére mi esetleg kész vagyunk egy tervezettel, de az a kérés ismételten, hogy ha a kulturális bizottság kapott egy megbízást arra, hogy szervezetileg gondolja végig és alakítsa ki a csökkentés jegyében a kulturális szférát, akkor ehhez mi a közgyűlés támogatását kérjük. Ne legyen az, hogy mi kitalálunk ezt, azt, amaz, ne legyen az, hogy embereket lebegtetünk, emberek sorsán fölött úgy döntünk majd, hogy mindenki bizonytalanságban van. Ez vonatkozik a pedagógusokra, az ápolókra, a közművelésben résztvevőkre, a szociális munkásokra, és mindenkit, akit érint. Tehát én azt mondom, hogy ezt a bizottságok egyenként tárgyalják meg ezeket a dolgokat, és ugyanilyen mélységgel, ahogy el tudunk vitatkozni azon, hogy egy társaság 150 millió forintot jogosan vesz föl, vagy nem, ugyanilyen fontossággal próbáljuk ezeket a nagyon fontos területeket itt mi megvitatni. Köszönöm. Ügyrend indítvány elhangzott, ügyrendben van-e valakinek hozzászólni valója, mert utána szavazunk. Meister András képviselőtársak. Polgármester úr, képviselőtársak, én még egyet is értenék az előbb elhangzottakkal, azonban azt nagyon komolyan ajánlom figyelmükbe, ha bármilyen jelleggel szavaznak most ebben az ügyrendben, hogy itt a közoktatás ügye, a szociális ellátás ügye, az egészségügy és a kultúra ügye még a közgyűlés által elfogadandó költségvetési rendelet előtt kellene, hogy megtárgyalásra kerüljön az átvilágítások eredmények tükrében. Ugyanis ha ezt nem tesszük meg, akkor előállhat az a helyzet, hogy minden ismeret nélkül beleszaladunk egy esetleg helytelen döntésbe, amit majd később kénytelenek leszünk revidiálni, és egy újabb költségvetést összeállítani. Tehát én, ha ma elnapoljuk, akkor csak azt tudom elképzelni, hogy még egy újabb rendkívüli közgyűlést hívunk össze, egy újabb vitanappal, amikor is ezt érdemben tudjuk tárgyalni. Én azt teljesen aláhúznám még egyszer, amit Romvári képviselőtársam mondott, hogy tulajdonképpen méltatlan ehhez a területhez az a pár óra, ami esetleg vissza van. Én képes vagyok és hajlandó vagyok itt ülni éjfélig, csak valószínű, hogy a vita színvonala sínylené meg ezt a dolgot. További ügyrendindítványok vannak-e? Révész Mária, a polgármester asszony. Nem egészen ügyen, de lehet, hogy mégis ügyen. Szóval ennek az előterjesztésnek a műfaja okoz bennem kétségeket, én is azt hiszem, hogy mindannyian félreértjük a helyzetet. Lehet, hogy én is és az iroda is egy félreértés áldozata volt, ez egy tájékoztató az átvilágításról. És amint a képviselőtársaim látják, nincs határozati javaslat a végén. Tehát nem egy előterjesztés. Ha viszont ilyen műfaj nincs, hát akkor nem tudom, mi a helyzet. A tájékoztató jellegű előterjesztések felett nem lehet vitát nyitni, az SMS szerint mondják. Hát azért ezt az SMS-t gondolom elég rendesen átléptük délelőtt, amikor tájékoztató jellegű anyagok felett vitáztunk egész nap a gazdaságügyekben, és azt hiszem, hogy nem volt baj. Néha talán át is kell ezt a dolgot lépni. Nagyon röviden, azt hiszem, hogy az az anyag, amit a képviselőtársaim kezükbe tartanak, az egy dologra feltétlenül alkalmas, hogy látható, hogy az egyik területen egy rendkívül alapos és exakt mércéhez köthető, matematikailag levezethető felmérés történt. A másik területeken bizony, ahogy képviselőtársam mondta, Romvári úr, hát ilyen, és ahogy az előterjesztésben is elhangzott, ilyen kikérdezéses módszerrel folyó felmérés történt, és ugyanezt történt az egészségügyi és szociális intézményeknél is. A summás megalapítás a szociális intézményeknél, hogy elvonható pénz nincs, de ennek ellenére tudomásom szerint a Szociális Bizottság bizonyos racionalizási törekvéseket megpróbált megtárgyalni, illetve megvitatni. Én azt gondolom, hogy meg lehet fontolni azt, hogy mind a négy bizottság előterjesztése legyen itt határozati javaslattal. Az Oktatás és a Kulturális Bizottság hónapok óta tárgyalja ennek az anyagnak a tapasztalatait és a felhasználható felhasználási lehetőségeit, anélkül, hogy belerokkan az intézmény struktúra.
azt gondolom, hogy azok, akik ezeknek a bizottságnak tagjai, ismerik ezeket az anyagokat, de valóban a közgyűlésnek is ismernie kell, és ha az az igény a közgyűlés részéről, hogy határozati javaslattal bizottsági előterjesztésként kerüljön elő, akkor én támogatnám Rombári képviselő úr ügyrendi indítványát, hogy egy hét múlva tárgyaljuk. Köszönöm. Köszönöm, Grisnik Zoltán, ügyrendben. Én Rombári képviselő kollégát támogatnám. Ez az anyag még tájékoztatásra sem alkalmas. Ha kell, akkor 10 percben megindokolom, de az előterjesztőnek átadom a 40 kérdésemet, amit a város polgárainak segítségével összegyűjtöttem, hogy mit várnak ettől az átvilágítástól, hogyan épüljön be a költségvetésbe, hogyan segítse elő az oktatás, óvoda és a többi intézmények racionális, kreatív működését, gazdaságos működését. De ha kívánja az előterjesztő, akkor elmondhatom, én is azt javaslom, a bizottságok tárgyalják meg, kapjuk meg a javaslatokat egy 3-4 nappal elébb, és egy délután, mit tudom én, kettői kezdéssel tárgyaljuk, ameddig bírjuk, mert bizony megér annyit, és még a költségvetés előtt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Molnár Tamás, ügyrendben. Csak is ügyrendben. Polgármester úr, illetve tisztelt alpolgármester asszony, már reggel letárgyaltuk azt, hogy a cím hibás, mert a költségvetés koncepciójának megtárgyalásakor Kerényi képviselőtársunk egy olyan indítványt ajánlott, és el is fogadta a közgyűlés, és így bekerült a koncepcióba, és így ettől fogva ránk kötelező, hogy még a költségvetés tárgyalása előtt határidő február 29-éig vitassa meg, tárgyalja meg a közgyűlés az átvilágítás eredményeit az intézmények vonatkozásában. Tehát ettől kezdve a tájékoztató az csak egy eufémisztikus elkent tartalom, mert valójában itt kemény vitáról kell, vitán kell keresztül menni ennek az átvilágítási eredményeknek. Na most a 29-i közgyűlés, ami az utolsó nap lehet, hogyha határidőt tartani akarjuk, elvileg alkalmas lehet arra, a mai napnál mindenképpen alkalmasabb, hogy a napirendi pontjainak a megfelelő sebességű tárgyalásával lehetőséget teremtsünk arra, hogy ezt az átvilágítási anyagot a mostaninál alaposabban vitassuk meg. Én tehát a Rombári képviselőtársam indítványával egyetértek, mert így körülnézve és a aktivitásunkat figyelve nem hiszem, hogy méltó módon tudnánk belemélyedni ennek az anyagnak a firtatásába, különös tekintettel arra, hogy jó néhány képviselőtársam csak az egyik felét kapta meg az átvilágítási anyagnak, és nem rendelkezik a teljes, bár számára rendkívül fontos eredményekkel. Úgyhogy én azt kérném, hogy ezt a pótlást az iroda tegye meg, mármint gondoskodjon az anyag másik felének a kiküldéséről. A szakbizottságok már hónapok óta rágódnak ezen az átvilágítási anyagon, tehát külön állásfoglalás nem hiszem, hogy hosszú időt venne igénybe részükről, és tűzzük a 29-i ülésünk napirendjére folytatólagosan, hangsúlyozom, folytatólagosan ennek a napirendnek a tárgyalását. Köszönöm. Márta képviselőasszony, ügyrendben ugyancsak. Csatlakoznék Rombári képviselő úr javaslatához, és azt szeretném megkérdezni, hogy ezeket a fontos kérdéseket mikor fogja megtárgyalni a közgyűlés, avagy csak a rács elhelyezésről és a lakásvásárlás átruházásáról kíván dönteni, és a közalkalmazottakat érintő nagyon súlyos kérdéseket bizottsági, hogy is mondjam, döntések és tárgyalások alapján kívánja meghozni. Tehát én még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy holnap folytatólagosan vigyük tovább az ügyeket. Hát elképzelni, ezt én is tudom, csak akkor hiányzik a bizottság előkészítő munka, amit kifogásolnak, többen joggal egyébként, úgyhogy, és a határozati javaslatok, tehát ez mondjuk szűk azért az idő, hogy éjszaka tárgyaljon a bizottság, és holnap folytassuk a közgyűlés, bár elképzelhető végül is. Staub képviselő, ügyrendben ugyancsak, tessék. Akkor szavazni vagyok kénytelen, szavaztatni vagyok kénytelen. Ügyrendben Révész Mária alpolgármester asszony. Annyit azért hadd mondjak, hogy az Oktatási Bizottságnak nem kell éjszaka tárgyalni, mert készen van, megtörtént a szavazás erről az ügyről, úgyhogy azt hiszem, hogy nem kellene ezt emiatt elnapolni.
a javaslat, addig csak ügyrendi ügyekben tudok szót adni, úgyhogy erre tekintetek kérem a jelentkezőket, Kerényi képviselő. Köszönöm a szót, ügyrendben, mint ennek a napirendi pontnak a kérője. Szeretném ismét felhívni a közgyűlés figyelmét. Ez a közgyűlési határozat nagyon rövid. A közgyűlés az átvilágítási anyagot február 29-ig tárgyalja meg. Én fölöslegesnek tartom tovább a beszélgetést erről, mivel hogy 29-e az az egyetlen egy nap, amikor ezt meg lehet tárgyalni. Tehát ügyrendben azt kérem megszavaztatni, hogy a közgyűlés a 29-i közgyűlése napirendjére veszi ezt az anyagot. Köszönöm szépen. Köszönöm, de ez annyi kiegészítés tartozik, egy pillanat, hogyha jól értem Romvári urat, hogy ezt a bizottság tárgyák meg addig, tehát legyenek olyan, illetve ha megtárgyalták már, akkor legyenek javaslataik, határozat javaslataik, amelyet a közgyűlés megvitat, vagy megtárgyal. Természetesen én nem kizárólag mondtam ezt, tehát nem visszautasítva Romvári képviselő javaslatát. Köszönöm, Erdődi képviselő, ügyrendben ugyancsak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Oktatási bizottság bejelentette, tulajdonképpen készen van. Én szeretném bejelenteni, hogy ennek az anyagnak a közös intézményekre vonatkozó főbb megállapításával a kulturális bizottság úgysem tud azonosulni. Mi a magunk elképzeléseit kialakítottunk, erről szavaztunk. Az érdekképviseleti szervezetekkel megkezdődött az egyeztetés, tehát nyugodtan tárgyalhatjuk ezt tovább. Legfeljebb a kulturális bizottságnak esetleg szavazni kell, hogy nem ért ezzel az anyaggal egyet, de egy másfajta koncepciójára már szavazott. Köszönöm, Stáv képviselő, ügyrendben. Ügyrendnek. Nekem az a bajom az egésszel, és amikor a Kerényi János felvetette, akkor én azon két ember közé tartoztam, aki nemmel szavaztam, ugyanis óriási tévedés az átvilágítás eredményéről beszélni. A kulturális bizottság nem azon az alapon hozza meg a döntéseit, ami az átvilágítás volt, és a közoktatási bizottság sem hozott az átvilágítás alapján. Tehát erről lehet beszélni, de szerintem sokkal értelmesebb arról beszélni, hogy ez a két bizottság mit gondol a közoktatás, illetve a közművelődés problémáiról, ezek megoldásairól, de ebben ez nagyon-nagyon mellékes dolog lesz, mert látható ugyan, hogy a közoktatás az egy egészen profi szisztéma, ez ugye látszik ezekből a számokból, csak éppen szakra, szakpárosításra, programokra és néhány egyéb apróságra nem volt tekintettel. Egyébként nagyon profi szisztéma. Na most ehhez képest a közművelődési, az ipargazdasági KFT pedig ilyen zseniális megállapításokat tesz, hogy szponzorokat kell megnyerni, ki kell rakni reklámhirdető táblákat, hogy van itt zó. Hát erre van idő megbeszélni. Egyébként azt mondom, hogy erre van idő megbeszélni, hogy ezt ma itt megbeszéljük, az átvilágítás eredményeit. Na most nyilván arról is lehet beszélni, hogy ez egy közös döntés volt, és el lehet beszélgetni arról, hogy ez rossz döntés volt, vagy nem. Ha rossz döntés volt, akkor közös rossz döntés volt. De az átvilágítást megbeszélhetjük, attól a probléma még marad. Köszönöm. Köszönöm, ügyrendi hozzászólások. Itt láttam egy kart, ha jól láttam. Baumgartner Sándor. Köszönöm, én csak annyit szeretnék mondani, hogy ha a 29. közgyűlés elé kerül, akkor ne 26. napi rendként tárgyaljuk, hanem lehetőleg vegyük előre. Köszönöm. Romvári úr, tessék. Saubernő ügyrendi kiegészítéseként szeretném folytatni. Felejtsük el ezt az átvilágítást, ami a kulturális szférára vonatkozik, mert ez abszolút használhatatlan és nem jó. Nem erről van szó, arról van szó, hogy a költségvetés előtt nekünk ki kell alakítani egy újfajta struktúrát, mert itt hatalmas nagy leépítések vannak, ami kényszerű dolog, mert elvonnak pénzeket. Tehát ahhoz, hogy működőképes maradjon Pécs kulturális élete, ahhoz át kell szervezni dolgokat. De mi csak erre kell, hogy koncentráljunk, ezt a bizonyos szöveget, amit itt idézett Staubernő is, ezt nekünk nem szabad figyelembe venni, ez használhatatlan. Nekünk igenis első napi rendi pontként kell ezt felvenni, és hogyha már a holnapi napot javasolta képviselőtársunk, akkor én azt mondom, hogy akkor 29. után, ha kell, két napig tárgyaljuk, és akkor 30-án folytassuk. De ezt meg kell beszélni. Köszönöm. Ez kőév, tisztelt képviselő. Jó, szóval én azt gondolom, hogy
figyelmen kívül, hogy nem tudjuk ezt az átvilágítást, mert mégiscsak létezik. Ez el van végezve, hogy ilyen csúnyán mondjam magyarul, be lett fejezve ennek a munkálatnak az elvégzése, és ki lett fizetve. Tehát én azt gondolom, ha már egyszer a közülés ezt megszavazta, erről tárgyalnunk kell, akkor igenis erről tárgyalnunk kell. Maximum az lesz a konzekvencia, hogy a kulturális bizottság kimondja azt, hogy az anyag tökéletesen alkalmatlan a használatra. Ezt meg lehet tenni, de akkor is tárgyalni kell róla, én úgy gondolom. Majd erről lesz vezet, aztán a másik verzió, amit majd a bizottság elő fog terjeszteni. Jó, hát ha nincsen több jelentkező, akkor most egy szavazást akkor iktassunk be, felüdülésképpen mondhatnám nyugodtan, ami arról fog szólni, hogy a közgyűlés ezt a napirendi pontot tárgyalását elnapolja 29-ére, azzal a megszorítással, hogy ezeket a témákat, vagy érintett területeket a bizottságok, amelyek még nem tárgyalták, vizsgálják felül, hozzanak javaslatot, és erről a közgyűlés majd dönteni fog 29-én. Erről kérem a szavazást. Vagyis a mai két napirendi pont közül a második napirendi pontról van szó, az intézményi átvilágításról, amely mint anyag elkészült, és el is jutott a pártok vezetőihez, a bizottsági elnökökhöz, de vita erről nem folyt még eddig. A mai napon sem fog megtörténni, hiszen a szavazás értelmében egy hét múlva fog erről tárgyalni a közgyűlés. Én nagyon röviden két dolgot hadd mondjak el önöknek. Az egyik az, hogy egy technikai bejelentés, hogy március 2-án egy jótékonysági bál lesz a Palatinus, nem, a Pannonia szállodában a fogyatékos gyermekek javára. Hagyományosan ez már meg van rendezve. Akit érdekel a dolog, kérem, hogy keressen meg meghívó ügyében Lábad Imre kollégámat, aki ezzel tud szolgálni meghívókkal mindenki számára. A másik nagyon rövid, sajnálom ezt a végén kell mondjam, ezt jobb lett volna az elején kezdeni. Annyit hadd mondjak a közgyűlésnek és a város lakosságának is természetesen, hogy az elmúlt héten a NATO meghívására polgármester kollégáimmal Brüsszelben jártunk, ahol a NATO különböző rendőri és rangú tisztségviselővel találkoztunk, és mindenhol az volt a vélemény, hogy nagyon köszönik Pécs város szerepvállalását az IFOR misszióban. Mindenki kihangsúlyozta ezt a dolgot, mindenki tudta azt, hogy hol van Pécs a térképen. Én úgy érzem, hogy ez a megtiszteltetés a városnak szólt, hogy meghívást kaphattam, tehát szeretném megköszönni a közgyűlés tagjainak, tisztségviselőinek és Pécs város lakosságának, hogy ezt a dolgot támogatta, és ebben az ügyben ilyen úttörő missziót vállalt. Ezt szerettem volna bejelenteni, és megköszönni mindenkinek ezt a lehetőséget. Golob képviselő úr, tessék parancsolni. Nem azért, hogy az MDF-é legyen az utolsó szó, csak azt szeretném kérni a frakcióvezetőktől, azoktól, akik támogatják azt a javaslatot, hogy a közüzemi RT-vel kapcsolatos adhok bizottság megalakuljon a jövő közgyűlésen. Kérném, hogy jelöljék ki azokat a személyeket, illetve azt az egy személyt, mindegyik frakcióvezető, aki ebben a bizottságban részt venne. Köszönöm. Köszönöm szépen. A mai közgyűlés végettét folytatás 29-én, mához egy hétre. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a mához egy hétre megtartandó közgyűlési ülésnek az egyik napirendi pontját már ismerhetjük, hiszen az nem lesz más, mint a mai kettes számú napirendi pont a tájékoztató az intézmények átvilágításáról és az arról való vita. Megköszönöm eddigi figyelmüket, türelmüket, amennyiben figyelemmel kísérték az önkormányzat mai kicsit hosszúra nyúló munkáját. Köszönöm szépen, viszontlátásra, viszonthallásra. Nem komplex.
nem ad választ a szolgáltató az intézmények és a lakosság kérdéseire, nem szabad beterjeszteni, és nem is szabad elfogadni. Másodszor, a díjképlet bármilyen logikus pontosításra szorul, de megegyezzük, ha bármilyen pontosítás is történik, a vízmű e képlet szempontjából számított üzleti éve nem azonos az egyéb pénzügyi évvel, a díjbevezetés dátumával, nevezetesen a január 1-jel, mindig és visszatérően ugyanezek a problémák lesznek fellelhetők, ugyanis január 1-jén nem lehet még tudni a december 31-i tényadatokat és a KSH adatait. Harmadszor, amennyiben ilyen eredmény születik, amely netán itt 50-60-80%-os emelést jelent, azonnal valami bizottságot kell összehívni, megvizsgálni, hogy a külső rendszerben, nevezetesen a DRV díjában, és nagyon egyetértve azzal, hogy ezt megvizsgálva, vagy a belső rendszerben van a hiba. Negyedszer nagyon komoly és határozott álláspontunk, hogy a várost vezető négyes koalíció nem először és félő, hogy nem utoljára erejét meghaladó feladatot kapott. A nézők, hallgatók láthatták ennek tanújelét, amikor az előterjesztéshez a koalíció egyik tagja kért időt a tisztázásra. Ez nekünk ellenzékieknek nem okoz különösebb gondot, de rendkívül nyugtalanítónak tartjuk a jövőre és a városlakókra nézve. Nos, azért mégis néhány gondolatot az elénk most került előterjesztésről, amelynek ugyan nincs aláírója, nincs előterjesztője, de hát talán ez majd a későbbiekben kiderül. Szerepelnek itt díjtételek, és ezzel kapcsolatban akár árszakértőnk helyett is, aki nyilván itt van, megemlítem, hogy minden hatósági díj alapja az igazolt és ellenőrzött számítás, a hatósági díj az önkormányzati intézménynek, szervezetnek nem okozhat veszteséget. Ezen tények ismeretében lehet meghozni őket. Tehát bármilyen helyszínen előadott ötletszerű díjtételek csak ezen követelmények teljesülése esetén fogadhatók el. Ez nekünk jogi kötelezettségünk. Szerepelt az eredeti előterjesztésben bizonyos 1 forint a februári bevezetés miatt, pluszként. A bizottságülésen is említettük, hogy az alapdíj, amely a következő díjemelés alapját szolgálja, valójában emiatt 1, illetve 2 forinttal kevesebb. A most kiosztott anyagból nem tűnik ki, hogy hova tűnt ez az 1 forint vagy 2 forint. Nem tűnik ki az anyagból az sem, hogy mi változott meg tegnap este óta, hiszen ezekről a körülményekről nem értesültünk, mi tette lehetővé, hogy ezek a díjak elén kerülhettek. Valójában a díjak egy része, ami a lakosságot illeti, kielégíti azt az alapkövetelményt, amely mellett mi tárgyalni hajlandók vagyunk a díjakról. Nevezetesen 30% alatt maradnak a lakossági díjak. Ugyanakkor ez a díjtételsor 99,5%-ban biztosítja azt, hogy állami támogatást nem fog kapni Pécs városa. Kérdésem, hogy ez esetben hogy érinti ez a pécsi vízmű ez évi gazdálkodását? Hogyan érintik ezek a közületi ipari felhasználói díjak, melyek ugyan magasabbak, mint a lakossági díjak, de a pécsi vízmű által kiadott táblázat alapján, amely az ilyen konverziókat lehetővé teszi, csak megemlítem, hogy 62 forintos csatorna díj mellett a közületek ipari fogyasztók esetében 160 forintos köbméterenkénti vízdíj a megfelelő, vagy ha 146 forintos javasolt vízdíjat vesszük alapul, ehhez 88 forintos csatorna díj tartozik, különben a vízmű veszteséges. Nos, ezek után valóban jó lenne hallani a vízmű nyilatkozatát. Mi történik a vízművel, mi történik, ha nincs állami támogatás,
mi történik a következő díjemelési kérelmében, lemond-e ezekről a veszteségekről, vagy netán hogyan fogja ezt kompenzálni. Nem látjuk ezeket a kiosztásos anyagban, teljes mélységében, és egyáltalán az egész helyzetet nem látjuk megnyugtatónak. Ezen kérdések megválaszolása nélkül frakciónk a beterjesztett és igazán alá nem írt előterjesztést természetesen nem tudja elfogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm a kimerítő elemzést. Galbács képviselő úr következik. Volt olyan fogadalmam magamban, hogy csak a szavazatommal fogok részt venni a jelenlegi vitába. Még akkor is tartottam ezt a gondolatomat, ami Kerényi képviselőtársam a múltat idézte, pontosan, és nagyon dísérendő, tekintve, hogy nem volt a múltkurzusnak a tagja, nagyon pontos adatokat közölt. Aztán a polgármester úr kioktatott őt is, meg úgy érzem a közgyűlést is, hogy hát a vőlegénynek nem szabad a szavait komolyan venni. Ezzel én is egyetértek, mert természetesen a vőlegény a csillagokat akarja lehozni az égből, az odáig rendben van. De ha a vőlegény ígér mondjuk egy kétszoba összkomfortos lakást, és helyette csak egy csőszkunyhót ad, hát akkor a házasság felborul. Hát valami hasonlót kezdek én is itt érezni, ezért nem tudom megállni, hogy ne szóljak, és én is ne emlékezzek egy-két dologra, mert muszáj ám emlékezni. Nem beszélve arról a hosszú vitáról, ami itt a közgyűlésben lezajlott, és milyen nehezen jött létre a Lionel Dezsőval való házasság, csak történetileg annyit, hogy meggyőződésből, hitből többek között, én is többek mellett, kiálltunk a Lionel Dezső mellett, mert hittük, hogy be kell hozni egy új szellemet a városba, fel kell oldani azt a megrekedt gondolkozásmódot, ami a vízműnél van, újat kell teremteni, a tőke erejével pestbülést újat kell teremteni. Csak aztán jobban belerágtuk magunkat ebbe az anyagba, és kételjeink támadtak. Ezt a kételyt sajtószinten, kemény sajtópolémiával maga az akkor még mini MSZP frakció erősítette, sőt, ennek az egyik fő ideológusa most elég hosszan szóló Só képviselő úr volt, és azt, hogy megváltozott a meggyőződésünk, és egyáltalán nem láttuk annyira ragyogónak ezt a házasságot, például az ő érveinek is köszönhető volt. Nem ragyogó ez a házasság, mert egy alapképlet volt. Az természetesen az menet közben kiderült, mert tarthatatlan volt az az állapot, hogy a vízár csökkenni fog. Ez butaság volt, le is írni a Lionel Dezső részéről. De az az ideologizálás megmaradt, hogy ugyan nem fog csökkenni a vízár, de eredőben csökken. Tehát kisebb mértékben fog emelkedni, mint a lakosság inflációs rátája. Indulásnál nem így van. Annyira nem így van, hogy a Só képviselő úr, aki valamikor nagyon emlékszem a közhasznú vállalatról, a non-profitról és a többiről, ezekre én nagyon emlékszem, azóta országgyűlési képviselővé lett Toller képviselő úrral együtt, ma már a 30%-ot el tudja fogadni, ami azért a tervezett inflációs ráta fölött van. Én úgy érzem, hogy az alapszerződés ma is úgy áll, hogy ebben változás nincs. Arra kötelezettséget vállalt az új gazdasági társulás, és különösképpen ezen belül a nagy tulajdoni hányadot élvező Lionel Dezső, hogy a lakossági infláció rátához képest nemhogy valamit emelkedni fog, hanem mindig alatta fog maradni, és folyamatosan csökkenni fog. Ezt szerintem nem lehet nem számon kérni, mert erre elköteleztük magunkat. Én ezt tartom fontosnak és kiemelkedőnek, hogy a vízár emelkedni fog, ez természetes. Az egy másik jogi kérdés, hogy önmagában véve úgy indítani egy szerződést, hogy megállapodok valamibe, és már a kezdet-kezdetén ezt semmibe veszem, semmibe veszek egy képletet, mert nekem is kellemetlen egy kicsit, a másik félnek mégis kellemetlenebb egy kicsit, ne bántsuk egymást, gyerekek, ez valahogy nem megy. Nem megy és komolytalan. Én egyet szeretnék, azt számon kérni, és a szavazatomat mindig ehhez fogom igazítani, amit alapvetően ígértek. A vízár az inflációs ráta alatt marad, tehát a korszerű technológia, a tőke és a többi, ami olyan szépen elhangzott, ezt garantálja és biztosítja. A képviselőtestület úgy érzem,
ennek ismeretében és ezért szavazta meg ezt az egyesülést. És meggyőződésem, a többség ma is ezt várja el. És ha még valakik, akkor esetleg másképp is szavaztak, lehet, hogy a lelkük mélyén ez bent van, és most ezért nagyon nehéz elfogadtatni az új vízárat. Köszönöm. Egy pár szóval azért szeretnék reagálni itt mindenféle. Természetesen Galbács képviselő is gondolom egyetért velem, hogy a kioktatás szót én, ugye a kioktatás tényét nem követtem el, én próbáltam valamit indokolni. Arra szeretném most fölhívni a képviselő társaim figyelmét, hogy több egymásnak homlokegyenest ellentmondó dolgot akarnak egyszerre megvalósítani. Ugye az egyik képviselő úgy fogalmaz, hogy amennyiben a díj megállapítása veszteséget okozunk, akkor azt meg kell téríteni az önkormányzatnak. Ez így igaz, bár azzal a megjegyzéssel fogadom el, hogy veszteséget kétféleképpen lehet csinálni, vagy rossz díj megállapodása, vagy rossz gazdálkodása, vagy mind a kettővel egyszerre. A százalékokra, illetve az most kiosztott anyag számaira hadd térjek vissza még egyszer. Tehát ha megnézzük a közület, illetve a lakossági víz plusz csatorna összesennyénél a százalékokat, közületénél 33,3, a lakosságinál pedig 29,09. Na most, hogyha elfogadható az, mondjuk ez is, hogy mondjam, bizonyos szempontból problémát okozhat, hogy a saját vagyonunk védelme érdekében ezt a 20-valahány milliós éves költséget nem számoltuk el a vízdíjban, és ez egy egyszeri emelkedést indukáló százalék, ez körülbelül 4-4,5%. Tehát ezt, ha levonjuk a lakosságinál azt, hogy tételezzük föl, és majd akkor erre vissza kell térni, és képviselő úr jelezte az állami támogatásnak a kérdését, ha tételezzük föl, hogy mégis kapunk, ez azt jelenti, hogy az előbbi levonást tovább lehet vonni, tehát ma a lakossági vízára 2% nélkül 20% körül mozog, és ez pedig, én hiszek Bokros Lajosnak, de nem vagyok biztos benne, hogy igazat jósol a 20%-os ezévi inflációval. Az állami támogatást. Kérem, én nekem tavaly is már szent meggyőződésem volt, hogy agyrém a minisztérium rendszere, amikor arra ösztönzi az önkormányzatokat, hogy emeljék az árakat, hogy ezért majd támogatást kaphassanak. Tehát ebből a körből egyszer ki kell törni. Én úgy gondolom, hogy tisztességes lenne a pécsi önkormányzatnak ebből a kitörésbe segítene. Egyébként a problémát túrjuk magunk előtt, és ha ma meghúzzák 160-170 forinton azt a vonalat, ami fölött lehet igényelni, akkor ugye azért, hogy kapjunk, itt Só képviselő úrnak válaszolnék, azért, hogy kapjuk, körülbelül 200 forint fölötti hatósági árat kéne megállapítani. Meg szabad ezt csinálni? Úgy gondolom, hogy nem. Egyszerűen azért nem, mert nem lehet fizikailag visszabontani utána, hogy a támogatás mértékére levinni csak a lakossági árat. Ma nagyon alacsony a lakossági ár az iparihoz képest. Ez kétségtelen. Én úgy gondolom egyébként, hogy a rendelet tervezetben szereplő számok, és majd nyilván Hajnesz úr is elmondja a véleményét, hogy ennek a több szempontból megfogalmazott és egymást néha kioltó követelmények között egy kompromisszumos vagy egy pontot jelent. A vízműnek így az előzetes egyeztetések alapján a saját önköltség számításukhoz képest, ha jól emlékszem, kb. 25-30 millió forinttal kevesebb bevételt jelent. De erre azt hiszem bárki mondhatja azt, hogy a 8,5 millió köbméter értékesítés nem alacsony-e, nincs-e alacsonyra tervezve. Hát itt, ha 100 ezer forintot veszünk többletfogyasztás, ugye az a mai árakon már több mint 10 millió forint. Tehát itt ilyen 1-2 tucatnyi millió, azt kell, hogy mondjam, hogy számítási hibának is fölfogható. Tehát 3% nyereséget keresni lehet, csak nem biztos, hogy értelmes akkor, amikor a tervezési adatoknál nagyobb a bizonytalanság. Én úgy gondolom, hogy egyet tehetünk, hogy a figyelembe véve a tűrőképességet, figyelembe véve azt, hogy a vállalatot esetleg, vagy az RT-t esetleg még keményebb gazdálkodásra kényszeríti ez az ármegállapítás, ami őszintén szólva még egy kicsivel globálban még mindig magasabb, mint a képlettel számítandó, tehát ilyen értelemben kedvező a számukra, akkor nagy bajt nem követünk el. Na most, ha itt ma nem szavazódik meg egy rendelet, akkor nem tudom, azt hiszem azt lehet tenni, hogy a jelenleg érvényben levő rendeletet
fölterjesztjük a minisztériumba, és majd történik valami. Aztán a lakossági araknál hogyan tovább vissza kell térni a közgyűlésnek? Golob képviselő, Benton Szirmai, bocsánat, Szirmai képviselő úr. Köszönöm a szót. Alpolgármester, nekem csak egy kérdésem van, mert ez a bonyolult rendszer, amivel itt tárgyalunk, kerül a kérdésre, nekem egy kérdés körül kulminál. Milyen alapon, vagy milyen felhatalmazottságból tárgyalt az alpolgármester úr a képlet feloldásán, amikor arra ugye egy szerződés, egy közgyűlési határozat volt? Tudnék, a kérdés, és az egész dolog számomra innen indul, és itt van a probléma, akkor, amikor hallottuk a jogi, tehát a jegyzői hivatal képviselőjét, aki kapásból mondta, hogy ez jogszabályellenes, nekem innen kezdődik. Ez egyáltalán minősíti az egész kérdést. Köszönöm. Jó, hát egyenes kérdésre egyenest választ adok semmilyen fölhatalmazás alapján. Szirmai úr végigülte volna azt az egyeztetést, amikor kiderült volna az, hogy a képlet alkalmazásával, a képletből eredő költségnövekedések az égvilágon semmivel nem függnek össze, és ettől szenved a vízmű is, mert a 23%-ba, 13%-kal bejátszó bértömeg, illetve bérszínvonal növekedés, ugye az nem valós, mert akkor el kell, hogy mondjam a mögötte levő adatokat, hogy 4 millió forint bértömeg növekedés elismeréseként 4 millió forint, 494 millió forint tervezett bértömegre. Ez olyan áremelést indukál a képleten keresztül, ami körülbelül 150 millió forint plusz bevételt jelent. Érvényes a képlet, csak valahol tarthatatlan, hogy ilyen fals költségadatok kerülnek be a rendszerbe, és akkor az ott tárgyalók, a vízmű teljes vezérkar, az igazgató tanács elnöke, a közüzemi RT, valamint a városüzemeltetési iroda és jó magam, fogalmazta meg azt, hogy meg kéne ezt az egész kérdést nézni az önköltségi oldalról. Erről született az az előterjesztés, amit a bizottságok megkaptak. Úgy gondolom, hogy a kétféle út nem nagyon tér el egymásba, pontosabban azzal tér el, hogy a képlettel számított bevétele, a képlettel számított árai a cégnek keményebben vetik fel azt a kérdést, hogy ki vállalja majd a veszteséges gazdálkodás következményeit. Ennyi a válaszom. Tessék, parancsoljon. Akkor most még egy kérdésem van, hogy mielőtt ezek a tárgyalások folytak, a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság, illetve a közgyűlés szabadságon volt-e, vagy elérhetetlen lett volna, hogy ezt törvényes úton megmódosítsuk? A legjobb tudomásom szerint a tárgyalás folytán elkészült anyagot az eredeti előterjesztéssel együtt mindkét bizottság két ízben megkapta, egyszer biztos, ha jól tudom. Nem tudom, hogy így volt-e, de itt tájékoztattak. Jó, Körömi képviselő. Ja. Tisztelt közgyűlés, kicsit nehéz helyzetben navigáltuk magunkat, én mondjuk erre számítottam, tehát ha pontosan bekövetkezik a forgatókönyv, amit el a délután már látszott, és kicsit világosabban fogok fogalmazni, hogy érthetőbb legyen a dolog. A bizottság üléseken nem ez a szokásunk, de hát most ez ténykérdés, ez a számunkra ritkán kedvező helyzet állt elő. A Fidesz frakció ragaszkodott a legalacsonyabb díjakhoz. Tehát most nem mondok én áragat, meg semmiféle fogalmakat. Nem azért, mert szeretünk überelni, nem erő vagyunk híresek. Véletlen ez a helyzet állt elő. De nem magunktól számoltuk ezeket a díjakat, hanem mi ragaszkodtunk a képlet formulához. Tehát nem azért mondtuk mi a legalacsonyabbat, mert milyen hihetetlen jó figurák vagyunk, hanem azért, mert mi ragaszkodtunk a képlet alkalmazásához. Ennél valamivel magasabb volt az MSZP javaslata, és lényegesen magasabb volt, hadd használjam ezt a fogalmat, a vízmű RT, iroda, közemű RT közös javaslata. Mi azért ragaszkodtunk a képlet fogalmához, mert annak idején, én mint akkori képviselő, és tudom pontosan, annak a testületnek a tagjai, akik ezt elfogadták, ők az előterjesztést fogadták el akkor, tehát azt a úgynevezett kék könyvet, ami nem egy parlamenti párt programfüzetét jelenti most éppen, tehát azt a programot fogadták el, ami akkor június 30-án 94-ben eléjük került. Tehát nem a francia fél nyerte meg a tetszésüket, nem egyéb más nyerte meg a tetszésüket, az az ajánlat,
És az az ajánlat azért Kerényi János picit megvédve, az azért határozatba foglaltatott. Jól lehet, nyilván nem azok voltak a legsűrű pontja, amiket ő felolvasott, mert itt én azt hiszem, hogy a lakosságot érdeklően itt a képletre ment ki a dolog, nevezetesen arra a momentumra, hogy tehát a lakossági inflációnál alacsonyabb mértékben garantálják, hogy növekednek az árak. A képlet ezt most tudja. És így valóban a 29-28%-os inflációs ráta alatt maradna az áremelés mértéke, hogyha használnánk a képletet. Ami nem volt teljesen fair show képviselő részéről, az az, hogy tegnap a bizottság nem azt a szocialista javaslatot szavazta, és az a jegyzőkönyvben bárki számára, még a sajtó számára is hozzáférhető, mert a bizottság ülés nyilvános. Tehát nem azt szavazta le a közlekedési, kommunális és gazdasági bizottság közös ülése, hogy valami konstruktív javaslat találjunk elő, hanem azt nem fogadta el, hogy a Vízmű RT által beterjesztett nem lakosságot érintő díjaknál a csatornázásban 212,5%-os növekedést érvényesítsen a testület. Sok képviselő és Szirmai képviselő úr ezt elfogadta, a többi képviselő nem fogadta el. Tehát nem arról szavaztunk, hogy konstruktív javaslat ne jön elő, arról szavaztunk, hogy ne emelje a Pécsi Vízmű RT nem lakossági szférában a csatornázás díját 212,5%-kal. Ezt nem fogadtuk el. Az, hogy miért nincs most itt előterjesztés, a helyzet viszonylag egyszerű, azért nincs előterjesztés, mert elfogyott a bizottság ülése, nem volt mit előterjeszteni. Viszont itt jön be a mondandóm lényege, hogy kiállta az elképzelés a próbáját, jó, hogy van képlet. Ugyanis eddig hova tovább az ilyen típusú ár- és díjemelések gyakorlatilag teljesen természetes módon mindenkori politikai viták keresztüzébe tudtak kerülni, nyilván a szakmaiságot alapul véve, de egy döntő részt kemény viták, kemény politikai alkuk révén kerültek megállapításra díjak. Jelen pillanatban is ennek szabad terepe van, tehát de a manőverezés lehetősége lényegesen kevesebb, ugyanis lehet, hogy néhány szempontot figyelembe nem véve egy szakmai munka alapján előállt egy franciaféle javaslattal, amelyet, ha nem tart be egyik fél sem, akkor természetesen életben marad az előző rendelet által megállapító díj, amit ugye most is kiszámláznak a lakosság és a nem lakosság felé. Ezzel nyilván a veszteségét növeli a cég. A közgyűlés nem tud előterjeszteni, ugye ő áthatóságként el tudja fogadni esetleg az előterjesztést, ezért én azt kérem a cég képviselőjétől, hogy tegyen javaslatot arra, hogy a képlet alapján fogadja el a testület a díjat, mert ezt a testület nem tudja megtagadni következmény nélkül. Ugyanis polgárjogi szerződést kötött a Lyonnaise des Eaux-val, ami azt jelenti, illetve a közüzemi RT-vel, ami azt jelenti, hogyha az elfogadott, már e testület által elfogadott, gazdasági keretmegállapodásban szereplő képlet szerint előterjeszti a Vízmű RT az áremelési javaslatát, és azt a testület nem fogadja el, annak igen súlyos következményei származnak a pécsi önkormányzatra nézve. Magyarul egy csomó érvényesítési lehetőséget biztosít magának a Pécsi Vízmű részvénytársaság. Ha ők ezt az előterjesztést megteszik, gyakorlatilag a testület erre nem mondhat nevet. De mihelyt beletesszük a határozatba, hogy a képlet és a keretmegállapodás felülbírálható, illetve felülvizsgálható, akkor kinyitjuk a kaput, teret adunk ismét a politikai és szakmai vegyes vitáknak, és hogyha lesz egy új megállapodás, akkor majd azt kell betartani. De jelen pillanatban az RT kezében van a megoldás, hogy beterjeszti a képlet szerinti javasolt áremelést, azt a testület nem tudja megtagadni. Meg tudja tagadni, csak akkor belépnek ugye a szerződés különböző konzekvenciája, amit szépen és elég keményen taglalnak ez a 3-4 aláírt szerződés. Na most ez azért tennap eléggé világosan látszott, hogy ez fog bekövetkezni, és nem véletlen tényleg kérem a cég képviselőit, hogy fogadják el ezt a javaslatot, mert így el tudja fogadni ma a testület a díjakat, azokat a díjakat, amik az inflációs ráta alatt vannak, el tudja fogadni a testület, hogy a gazdasági keretmegállapodást, azt ugye valamilyen módon vizsgáljuk felül, és ismét visszanyúlok a kék könyvhöz, ami egyébként határozat,
Valóban vállalta a cég, hogy a második, az alvariáció esetén, az évszámok nem stimmelnek, ugyan egy évvel később lett létrehozva, hogy a második gazdasági évben mínusz 100 millió forint, tehát 100 millió forint veszteséget nem tervezett, csak ugye ezt még kezelni tudja. Na most nem kell őket ilyen helyzetbe hozni, de hogyha ezt a javaslatot elfogadjuk, és az ő általuk készített anyag bevételi oldalán azt a néhány bizottságülésen fölemlített adatot ők még ugye oda teszik, amit most nem lenne fel elmondani, mert ez nem az a terep, akkor véleményünk szerint itt a mínusz 100 millió forinton belül tud maradni a cég, de fölhívom a testület figyelmét, hogy a következő évben már plusz 29 millió forintot vállaltak, tehát ez nem azt jelenti, hogy a céget folyamatosan és rendszeresen mínuszba lehet tartani. És gyakorlatilag akkor előáll az a helyzet, amiért az egész akkori munkát elkezdtük, hogy valamennyire kiszámítható módon, tudom, hogy az első fél év és bértömeg és közüzemérti bérleti díj, de mégis valamennyire kiszámítható módon a politikai vitákat egész szűk mederbe terelve lehet egy gazdasági kérdést kezelni. Ha a cég ezt megteszi, akkor szerintem a testület el fogja fogadni ezt a javaslatot, elfogadja a felülvizsgálatot, és júniusban vissza tudunk térni az ügyre, az általuk produkált számok alapján nyilván az IT megvitatja, és a többi, és a többi. Még egy dolgot azért szerettem volna hozzátenni, hogy általunk javasolt, nem is az általunk javasolt díjak ezek. Ezek a képlet alapján kiszámított díjakat, mi úgy, tehát amit aztán végig is mi javasoltunk, úgy tudjuk elfogadni, hogyha határozati javaslatba ezek a díjak bekerülnek, határozati javaslat minden pontja támogatható, viszont a közüzemi RT által számított, korrekciós képlet alapján tudjuk elfogadni, úgy, hogy az ő 24 millió forintjukat, és itt már mi is puhítjuk a dolgot, de nem olyan jelentős mértékben, hogy az egész rendszert megborítaná, az ő 24 millió forintos többlet bérleti díj igényüket ezek a díjak tartalmazzák. Ez egy újabb vitapont lehet, hogy a határozatban megnevezzük-e, hogy kötelezzük a közüzemi RT-t és a vízmű RT-t, hogy szerződésben rögzítsék, hogy a 24 millió forint többlet bérleti díj illeti meg a közüzemi RT-t. Ez vita lehet, de az első hozzászólásomban felsorolt díjtétel javaslat sorunkat fönntartjuk, és kérjük a céget, hogy ezt terjessze elő, tehát terjessze elő a képlet szerinti ármegállapítást, hogy segítse ezt a helyzetet kicsit kimozdulni. Köszönöm szépen. Gólom, képviselő. Köszönöm szépen, és megköszönöm Körömi Attilának, hogy elmondta helyettem azt a korrigációt, ami a tegnapi szavazással kapcsolatosan volt. Tehát ezt a dolgot, hogy a vízmű által az eredeti előterjesztése alapján összeállított listán szereplő díjak közül pontosan azért nem fogadtuk el azt az összeget, amit nehezményez a tisztelt MSZP frakció, mert 122 forintos ipari csatornadíjról szólt, ami több mint 200%-os emelés. És ezért kértük azt, hogy még egyszer gondolja át a vízmű ezt a javaslatát, és ezért történt ez a ma délelőtti közös egyeztetés is. Viszont azt meg szeretném kérdezni, hogy a most benyújtott, most kiosztott számok, amelyek azokról az összegekről szólnak, amiket már tegnap is elfogadtunk, tehát a 88 forintos vízár, az 54 forintos csatorna ár, ami a lakosság fele 25,7%-os emelést javasolt, tehát a 88 forint esetében, és a többi itt felsorolt árak. Azok elfogadhatók-e egy az egyben a szocialista frakció számára? Ugyanakkor szeretném csatlakozni Attilához, amiben kérném a vízmű nyilatkozatát a képlet szerinti számítással kapcsolatosan, ami az eredetileg benyújtott, általuk benyújtott javaslat, mint egyik szélsőség, és a képlettel kiszámított javaslat, mint másik szélsőség szerepel. A kettő között van az a megegyezés, amit most a tisztelt képviselőtársak készhez kaptak, és ami a mai délelőtti egyeztetés eredménye. Történt ez azért, hogy közösen viselje a terhet
gyakorlatilag az önkormányzat, illetve a lakosság és a vízmű, mert a teljes negatív kihatásokat egyik félre sem állíthatjuk át. Köszönöm szépen. Szabó képviselő úr, köszönöm a szót. Tisztelt közgyűlés, 1995-ben nagyon sok napirend keretében tárgyaltuk a vízmű átalakításával kapcsolatos teendőket. Mi azért szavaztunk abban az időszakban az átalakítás mellett, mert úgy éreztük, hogy szakmailag megalapozott anyagok készültek, és az alpolgármester úr, aki a területnek volt a gazdája, minden alkalommal megerősítette, hogy az együttműködési megállapodás, a rendelettervezet, az átalakítással kapcsolatos anyagok, ideértve a képletet is, megfelelő garanciát nyújtanak arra, hogy az elkövetkezendő években ne kerüljön sor nagymértékű áremelésre, amely a lakosságot érinti. Ezért szavaztunk emellett, mert úgy éreztük, megfelelő garanciák vannak. A mai nappal úgy érzem, hogy a garanciák irányában táplált hiú remény számomra szerte foszlott, mert azt mondta az alpolgármester úr, hogy ezek csak egy udvarlások, nem kell ezeket a számokat komolyan venni. Ekkor jutott eszembe, hogy nem is olyan régen a decemberi közgyűlésen az általam sokat vitatott P-távdíj 6%-os emelése is, amely számomra bizonyossá vált, miután megkaptam a számlákat, hogy ez a 6% nem is 6%-os, számomra világossá vált, hogy nem kell komolyan venni ezeket a számokat. Itt még csak az udvarlás szakaszában tartunk. Én mindenképpen ragaszkodom a korrekciós képlethez, és azáltal kiszámított árhoz. Azért is, mert Modrovics Sándor elmondta, hogy ez így jogszabályszerű, be kell ezeket a dolgokat nekünk is tartani. Én nekem azért van egy-két törvényességi észrevételem, talán megerősít a jegyzői iroda munkatársa. A legelső előterjesztés, amely az önkormányzati rendelet módosításáról szólt, ennek az előterjesztője a Pécsi Vízmű RT. A szervezeti és működési szabályzat szerint rendelettervezet esetében csak előterjesztő, csak bizottság, tanácsnok, képviselő lehet. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem megfelelően előkészített előterjesztés. Nem is előterjesztés. Nem felel meg a követelményeknek. A mostani megkapott előterjesztés, amit a sok képviselőtársam is jelzett, számomra nem derül ki, hogy ki az előterjesztője. Az egyik formai kifogásom. A másik szintén a szervezeti és működési szabályzat, amely kimondja, hogy rendelettervezet módosítás esetében a bizottságnak ezt meg kell tárgyalni. Tudomásom szerint ez nem történt meg, és tudomásom szerint SMS ellenes lenne, hogy most a vízmű előterjeszti a mellékletre vonatkozó javaslatát, mert ezt minden további nélkül a bizottságnak kellene megtárgyalni. Miután a bizottság ezt megtárgyalta, akkor a képviselő társaimnak ezt írásban ki kell adni. Nem tudom, hogy erre a mai nappal sor kerülhet-e. Köszönöm. Köszönöm, Troska képviselő. Köszönöm, elnök úr. Nem mondanám magam sem vízügyi szakembernek, sem távfűtő szakembernek. Éppen ezért ezt a kérdést egyszer most már hosszú ilyenfajta áremelési tortúra után úgy közelíteném meg, hogy mi is zajlik le ebbe a makrorendszerbe. Ugye emeljük az árakat, ennek az önkormányzatnak tisztelettel van vagy 120 intézménye, amely tulajdonképpen ezeknek a RT-knek, BT-knek, KFT-knek a legjobb fejős tehene, ebből megy az, a legtöbb pénzbe. Tulajdonképpen érdekes módon teljesen érzéketlen közgyűlési rendszerben, mert majd ők kigazdálkodják, és én azt gondolom, hogy most már meg kell fogalmazni azt a fajta problémát, hogy amivel mi annyira érzéketlenek vagyunk ezeknek a rendszereknek az áremelkedési tendenciájával. És én ma már lassan ennek kapcsán azt kell mondanom a kisgyereknek, hogy kisfiam, hát csak egyszer menj pisilni az iskolában, mert a víz az ilyen drága, vagy netán be is lehet pisilni, mert drága, vagy azt mondom a gyereknek, hogy kisfiam, hát azért nem biztos, hogy ezt így kell csinálni, vagy úgy kell csinálni,
mert hát nem fizetik ezt ki. Kérem, mondom, sorozatában a tavalyi évet végigkísérve a költségvetési rendszerek kutyakeményen saját maguk kidolgozták magukból ezeket az árkompenzációkat. Egészségügy, oktatás, szociális szféra, mind. Mert nem kapott rá egy rohadt fillért se. A következő évben ez már nem megy, és én már most mondom, hogy az lenne a javaslatom, hogy ennek az egész intézményi hálózatnak az önkormányzat által spirálisan növelt árrendszerét központi költségvetésben kezeljük, így jobban érzékelni az önkormányzat azt, hogy az idei 180 vagy 200 milliós ilyenfajta energiafaktorokból származó költségvetési tényező mondjuk 96-ban már 230 millió lenne, és akkor elkezdenénk latolgatni azt, hogy ha a közületi árba betesszük az önkormányzati intézményrendszert, akkor az önkormányzatnak ez mennyivel többbe kerül, vagy ha mérsékeljük és nem diszkrimináljuk ezt a fajta szférát, akkor esetlegesen a közüzemi RT netántán 20 millióval kevesebbe kerül, mert lehet, hogy a másik csatornán ennél lényegesen több megy el. Kérem, egyszer már jó lenne ennek a közgazdasági környezetét feltárni, hogy mibe kerül az egyik zsebből a másikba való áttételemet, ezt nevezik ugye önkormányzati pénzcsúsztatásnak egyik rendszerből a másikba, még ki se kell fizetni, csak át kell tenni. Én azt gondolom, hogy megérne már egy misét, hogy egyszer megnézzük a teljes, ennek a házda beleértve az egész ilyenfajta emelkedési rátáját, és akkor, amikor döntünk, akkor már tudjuk azt, hogy mi az önkormányzat által fenntartott nagy rendszer mennyivel járul ezekbe bele, hogy jár jobban, mert ez is már alkupozíciója, és nem csak az, hogy egyáltalán ez a rendszer tud-e működni mindenféle feltétel, de külső feltétel nélkül. Köszönöm. Köszönöm, én is azt hiszem értem, hogy mit mond a képviselő úr, csak azt hiszem egybe téved, de ott lehet, hogy nagyot, hogy a városi vízállátó, most maradjunk ennél rendszeren belül, az önkormányzati intézményrendszer töredék, tehát lehet erről beszélgetni, csak nem biztos, hogy megfelelő következtetéseket lehet levonni, és hogyha nagyon makrorendszerekről beszélünk, akkor gondolom ő is tudja, mindenki nagyon jól tudja, hogy egyszerűen arról van szó, hogy egy egyensúly hiányos gazdaságban pénzügyi vezetés gondozza, megtervezés, végrehajtja az inflációs folyamatot, és ennek vagyunk mi itt a szenvedő alanyai. Hogy aztán ezt merre lehet tompítani, merre kell tompítani, erről lehet beszélni, de alig ha hiszem azt, hogy egy szükségszerű áremelés visszafogásával azért, hogy a saját intézményeinknél megspóroljunk 20-50 millió forintot, lehet értelmes válaszokat adni, hisz a fogyasztásnak csak töredékét képezik ezek az intézmények. Tudom, van-e még hozzászóló? Én azért Golob képviselő úr után újra megkérdezném, hogy az itt felsorolt számadatokat, amit kiosztásos anyagként kaptak meg a képviselőtársaim, el tudják-e fogadni, mert élek a gyanúval, hogy a vízmű nyilatkozata az lesz, hogy természetesen mehet a képlet, csak akkor körülbelül, ahogy itt számoltam, 100 millió forint indulási veszteséget könyvel el a cég. És még valamit, ugye itt most már én öt, mások egyéves képviselői tevékenységükre visszagondolnak, semmilyen áremelés nem ment simábban, gyorsabban és könnyebben az öt év alatt, úgyhogy ez természetes ez a vita, ami folyik. Természetes azért, mert képviselők egy jelentős része nem képes ezen az adathalmazon átrágni magát ahhoz, hogy az összefüggéseket teljesen tisztán lássa. Tudom, vezérigazgató úr, óhaj te a föltett kérdésre válaszolni. Ügyrend? Akkor ügyrend, az minden előtt van. Nehogy 100 millió veszteséget okozunk a cégnek, hát ha segít. Jó lenne, hogyha a két bizottság egy télen negyedórás ülést tartana, ahol észre lenne a cég menedzsmentje, és akkor lehet, hogy vissza lehet hozni egy javaslatot, ami... Tehát ott már ugye gondolom tudnak nyilatkozni a frakciók jelenlévő képviselői, talán fölhatalmazással, hogy mit támogatnának. Ugyanis így nehéz belemenni egy szavazásba, és hogyha mégis átmenne az ő javaslatuk, akkor ugye megfosztanánk őket 100 millió forinttól, ha viszont nem megy át, akkor a bizottság ülésen hamar ki fog derülni. Hát ez egy ügyrendi javaslat, kénytelen vagyok megszavaztatni. Tehát aki a
szünet elrendelését, pontosabban a két bizottság együttes ülését támogatja, azt szavazzon igennel. Köszönöm. Tehát akkor szünet várhatóan 15 percben határozza meg a szünet időtartamát. Kedves nézőink, szünet következik. A vízmű által szolgáltatott ivóvíz és a, szintén az ő szolgáltatásuk a csatorna ellátás díjainak emeléséről van szó. Nagyon sokrétű és mély a vita, hiszen gyakorlatilag nem csak az emelés mértékét foglalja magában, hanem az ármegállapítás mikéntjét, azt az ármegállapítás mikéntjét, amely a jövőre nézve jellemző lesz, milyen módon fogják meghatározni az árakat. Plusz ez a vita még kiegészült egy olyan részlettel is, amely arról szól, hogy a nemrégiben vegyes vállalattá alakult vízmű szerződésének voltak olyan kitételei, amelyek a díjemelést elhalasztották volna két éves időtartamra mindenképpen. Így ez a fajta ígéret, amennyiben áremelésre kerül sor, ez a fajta ígéret nem teljesül. A témában érintett bizottságok most az elkövetkezendő szünetben rövidülést tartanak, és talán konszenzusra jutnak, és akkor talán döntés is születik ebben az ügyben még a mai ülésem. Tehát akkor negyed óra múlva folytatjuk közvetítésünket. Kedves nézőink, folytatódik a közgyűlés munkája, és mi is folytatjuk közvetítésünket. Ezen a ugyan csütörtöki napon, de a kezdési időpont rendhagyó volt, nem reggel, hanem délután 2 órakor kezdődött a közgyűlés, illetve kezdődött a munka. Hát 4:60, ez nem azt jelenti, hogy olyan nagyon sok volt a napirendi pont, inkább az, hogy a vízmű és a vízművel kapcsolatos vízdíj emelési téma igen nagy vitát okozott. A probléma elég mély és hát távolabbi gyökerű, hiszen a francia Lyonnais de Zoo és a pécsi vízmű, néhai vízmű vállalat hozott létre egy vegyes vállalatot a közeli múltban. És az ő szerződésük, illetve a mai áremelési kényszer okozott némi fajta vitát, ugyanis a szerződésben szerepel olyan kitétel, amely szerint a Lyonnais, illetve a létrejövő új vállalat vállalja azt, hogy 2 éven keresztül nem emel árat. De mindahogy a szünetben ezt sikerült megtudnom, ez egy nagyon vastag és sok rétegű szerződés, és ez sajnos csak olyan módon értendő, hogy amennyiben a vállalatnak növekszik a belekerülési költsége, tehát adott esetben növekszik a villanyáram ára, mindahogy ez meg is történt, ez természetesen kénytelen a lakosságra tovább hárítani. Az előterjesztés szerinti áremelés, amely hát eddig legalábbis 25-26% körül állna meg, ez gyakorlatilag az elmúlt időszakban felhalmozódott plusz belekerülési költségeket jelenteni, a vízműnek plusz bevétele ebből nem származna. Vízmű RT által kimunkált kb. 23%-os emelkedés. Ezzel a következő értékeket lehet előállítani. A lakossági fogyasztóknál, mondom a jelenlegi és akkor a tervezett értékeket is, tehát ahol nincs csatorna, csak ivóvízdíj, ott a 70 forintos jelenlegi díj 89-re váltana. Körülbelül 400 papír van előttem.
Na, egy perc türelmet. Igaz. Tehát 86-ra a eddigi 40 forintos csatornadíj pedig 49-re. Ez így együtt lenne 135 forint a jelenlegi 110 helyett. A ipari vagy közületi fogyasztóknál a ivóvízdíj 143, és a csatornadíj hasonlóan a lakosságihoz 49-el, így a együttes ára pedig 192 forint lenne. Na most, tehát akkor ez a ma konszenzusosnak tűnő javaslat, és akkor itt szeretnék utalni a kiosztott határozati tervezet egyik pontjára, ami különösen fontosra és aktuálisra vált, hisz mindenki érzi, illetve ezen az egyeztetésen részt vettek, érzik azt, hogy ez, hogy mondjam, egy átmeneti megoldás, és a képlet, aminek alapján ezt az árat képezzük, ezt a képletet sürgősen felül kell vizsgálni. Tehát ezt tartalmazza, hogy mondtam már többször, az ötös számú pontja határozati javaslatnak. Tehát kérdezem a képviselő hölgyeket és urakat, hogy a most elmondott értékekkel, vagy egyáltalán az egész ügymenettel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, vagy esetleg javaslatuk? Kerényi képviselő. Köszönöm a szót. Két rövid kérdésem lenne. Az egyik az SMS szerint írásba kell előterjeszteni. A másik végigülve a tárgyalásokat is megértve, azért nem mulaszthatom el, hogy meg ne kérdezzem. Ez a vízmű mitől más, mint a régi vízmű? És itt csak hivatkoznák az előföltett kérdéseimre, amit megtudtam, hogy végül is nem a szerződésnek a szövege. Köszönöm szépen. Kérdését a képviselő úr kihez intézi? Polgármester úrhoz. Nincs itt. Alpolgármester úr nincs itt. Ő itt van. Köszönöm szépen. Jó, hát ami az írásbeli előterjesztést illeti, azt hiszem el lehet intézni egy olyan technikai javaslat, hogy módosító indítványt teszek a jelenleg leírt számokhoz, és ezt már elmondtam. Hogy mitől más a víz, mi azt hiszem, hogy erre a vita során sok választ kapott a képviselő úr. Egy biztos, hogy a vízmű, mint új cég ténykedésének első fél éve után vagyunk. Tehát azok a remélt és elvárt eredmények, amik miatt ezek a szerződések akkor születtek, ami miatt ez a cégalapítás történt, ma még nem látszanak olyan nagyon, mint ahogy szeretnénk. De én úgy gondolom, hogy a 96-os év lesz az első kerek gazdasági éve a cégnek, és igazán akkor lehet lándzsát törni a cég fölött, amikor immáron a vállalat átalakításnak, ha nem is a végén, de legalább a jó derekán fog menni, mert az első fél évben még sok minden nem tudott történni. A cégalapításra újra visszatérve, tehát az akkori feladatok, problémák között. Megindultak, ez látható, az üzleti tervükben már szerepelnek bizonyos folyamatok. Én félek egyébként attól, hogy a Magyarországon ezek az inflációs folyamatok olyanok maradnak, hogy igazából ha, és remélem, hogy a vállalt infláció alatti emelést tudja tartani a cég, az se fog igazán boldogítani bennünket, mert én őszintén szóval nem leszek boldog akkor, hogyha nem 29, hanem csak 26 vagy 27 lesz a szükséges vízáremelés. De még egyszer szeretnék mindenkit kérni itt és a képernyők előtt is, hogy csodát nem lehet várni, ugyanis most ebbe a szituációba vagy ebbe a pillanatban nem derül ki az, hogy mi lett volna, ha megmarad a régi vízmű teljes életnagyságba mind a 850 emberével, és akkor vajon milyen önköltségalapú áremelést terjesztett volna elő. Ez már elméleti kérdés, értelmetlen föltenni. Ezért mondtam a vita során azt, hogy itt és a most elénk rakott számokról polemizáljunk. Ez megtörtént. Én úgy érzem, hogy ha ezt most a testület elfogadja, akkor egy
ennek az átalakulási folyamatnak egy fontos lépcsőjét megtettük, tehát már működött az a képlet, ami ugye mindannyiunk szerint föl módosításra és átdolgozásra szorul, de egy első fél évre vagy egy időszakra vonatkozó döntést ez alapján is meg lehet tenni, reményeink szerint anélkül, hogy az ERT-t különösebb gazdasági gondokba csúsztatná bele. Tehát akkor még egyszer visszatérve az elmondott számokat, képviselő úr, tekintse módosító javaslatnak az előterjesztésed. Kérdezem a testületet, hogy további felszólalás nincs, amennyiben nincs, akkor kénytelen, igen, Ursprung képviselő úr. Köszönöm a szót, csak a közgyűlés előtt hangozzon el, és azért az a kérdésem, itt sokszor volt vita arról, hogy milyen áremelés lehet elfogadni, miért nem, milyen van a szerződésben, milyen nincs. Az a kérdésem, hogy ez az áremelés képlet szerinti-e? Igen, képviselő úr, ez az áremelés képlet szerinti. Jó, tehát akkor először mindjárt a módosító javaslataimat kérem megszavazni közgyűléstől, tehát az elmondott számokat. Tehát a lakossági víz 86, a lakossági csatorna 49, a közületi víz 143, a közületi csatorna 49, és ennek a kettőnek az összegei a lakosságinál 135, a közületinél 192. Tehát ügyrend, igen, sok. Rendeletet vagy a határozatot. Köszönöm, de Kerényi képviselő kérésének akarok előtenni, tehát nem lendületből rendeletet szavazok, először módosítjuk a kiosztott rendeletet, mert nem pontosan ezek a számok vannak benne. Jó, tehát akkor erre kérnék egy szavazást az elmondott négy számról, illetve annak az összegeiről. Tulajdonképpen ez a mai érdemi döntés, hogy... A testület 28 igennel 8 tartózkodással fogadta el a módosító javaslatot, és akkor az e számokat tartalmazó rendelet tervezetet kérném, hogy fogadja el a közgyűlés. Most ugyanarról szavazunk, amiről eddig, csak az ügyrend így kívánja meg. Tehát, ahogy az alpolgármester úr az imént elmondta az egész pontos forint összegeket, ha jól emlékszem, 23%-os áremelés az, amit most megszavaztak a képviselők. Ez egyaránt érvényes az ivóvízre, és egyaránt érvényes a csatorna díjra. Amelynek a fő elemeit már ismertettem. A határozatban, a kettes pontban szereplő számok értelemszerűen az előbb a rendeletben elfogadott számokra váltanak át. Annyit még hadd kérdezzek meg a tisztelt képviselő uraktól, hogy a korrekciós képlet, vagy a képlet korrekciójának a újratárgyalására az itt szereplő február 29-e, ami annak határideje, ameddig a vízmű a számításai alapján ezt a döntés előkészítő anyagot elkészíti, vagy el kell, hogy készítse, ez megfelelőnek tűnik-e. Ha nincs más javaslat, akkor a határozati javaslatot változtatás nélkül szavaztatnám, pontosabban az előbb említett árak értelemszerűen beleértendők a határozati javaslatba is. Tehát akkor kérném a szavazást a határozati javaslatról. Köszönöm. 32 igen, 4 tartózkodással határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta. Következik a kiküldött napirenden kettes számú napirendi javaslat, a helyi távhőszolgáltatási díjemelés részleges lakossági ellentételezéséről szóló önkormányzati rendelet
az előterjesztő Pacsó Zsolt. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. Az önkormányzat a távfőszolgáltatási díjemelés részleges lakossági ellentételezéseként 95 évi 48-as számú rendeletével módosított 95 évi 9 számú rendelete 95. december 31-ig tette lehetővé a legrászorultabb lakossági csoportok alanyi jogon történő támogatását. Időközben megjelent a 41/95 november 9-es számú Népjóléti Minisztériumi rendelet, melynek értelmében a költségvetésből, a központi költségvetésből biztosított összeg a HTO támogatás mellett olyan családok segélyezésére is fordítható, amelyek a fűtési költségeket szociális helyzetük alapján nem képesek viselni. Ezért kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a rendelet tervezet elfogadásával biztosítsa a legrászorultabb rétegek alanyi jogon történő támogatását, figyelembe véve a 96. január 1-től érvényes újabb díjemelést is 96. március 31-ig terjedő időtartamra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdezem a testületet, van-e hozzászólás? Nincs, akkor kérem a szavazást az előterjesztésről, ami minősített többséget igényel, tehát 23 egybehangzó szavazat, igen szavazat kell. A távfőszolgáltatási díjemelés részleges ellentételezésének az összege 2000 forint havonta, és az előterjesztés gyakorlatilag felsorolja, hogy melyek azok a személyek, illetve milyen helyzetben lévő személyek azok, akik ezt a segélyt megkaphatják. Köszönöm a polgármester úr. Az előterjesztés minden képviselőtársam megkapta elmúlt bizottsági ülésünkön, reflektálva arra, hogy a Vagyonkezelő Kft. Létrehozta az alpolgármester úr által közgyűlésünk elején is beszámolóban, bejelentésben közölt alapítványát a december 28-ai tragikus, tehát az áldozatok megsegítésére és az ápolási költségekhez való hozzájárulással. Ezért a bizottságunk úgy döntött, hogy az eseményhez sürgősen csatlakozva és a létrehozott alapítvány céljait támogatandó, egyszer, mint elsőként példát is mutatva arra, hogy más bizottsági keretek és tisztségviselői, valamint egyéb keretek is rendelkezésre állnak az alapítvány céljaihoz csatlakozandó és azokat erősíteni, úgy döntött, hogy elkötelezettséget vállal 96 évi költségvetésében külső szervek támogatása keretterhére való 100 000 forint adományozás céljából az alapítvány céljaira. Mivel alapítványi támogatásra vonatkozó elkötelezettségről van szó, kérem a közgyűlés hozzájárulását ehhez. Köszönöm. Köszönöm, Galbács képviselő. Az alapítóval és az alapítás kezdeményezésével, külön Zubán Ilonával beszéltem a kérdésről. Mély tiszteletem az alapítványért és elismerésem. Én ennek ellenére nem javaslom, hogy a város ehhez csatlakozzon. Nem javaslom a következő okok miatt. Ha, és még ugyan teljesen nem bizonyított, de valóban a farkas marta meg ezeket a gyerekeket és embereket, akkor a városnak nem alapítványt kell támogatni, hanem egy kötelezettsége van, a kárt teljes mértékben megtéríteni. Ezt nem alapítványon keresztül kell, ez jogi, erkölcsi kötelesség. Én ezért nem javaslom az alapítványhoz való csatlakozást. Természetesen a kezdeményezést a közüzemi, illetve a vagyonkezelő Kft. Részéről nagyon méltánylónak tartom, tisztelem, de ebből a logikai meggondolásból, hogy a város a kötelességét ne csökkentse, és a felelősségét ne csökkentse, nem javaslom a csatlakozást. Én mielőtt visszaadnám a szót, úgy gondolom, hogy a két dolog nem zárja ki egymást egyáltalán. Tehát az itteni megszavazandó támogatás még nem jelenti azt, hogy ha bíróság által megállapított kötelezettsége van a városnak, hogy azt nem kell, hogy teljesítse.
Molnár Tamás, majd Liszkai Teréz. Köszönöm, így van, polgármester úr, ahogy mondja. A kettő nem zárja ki egymást, hanem erősíti. Azt gondolom, hogy amennyiben a vizsgálat lezárul és feleségüket, illetve az intézményünk felelősségét megállapítja, természetesen minden jogi konzekvencia és annak a pénzügyi vonzatai terhelnek bennünket. Ez egy dolog. Azonban, ahogy mondani szokták, kétszer ad, aki gyorsan ad. Az alapítvány létesítése és a hozzá csatlakozás is azért olyan fontos, hogy sürgősen megtörténjék, hogy a gyógykezelések első fázisától kezdve segítsen az önhibájukon kívül ilyen nehéz helyzetben, többek közt nehéz anyagi helyzetben is kerülő családokon, illetve gyermekeken. Felhívnám Galbács képviselő úr figyelmét továbbá arra is, hogy semmiképpen nem csatlakozik a város, sem semmelyik bizottsága semmilyen formában az alapítványhoz. Ez az alapítvány támogatása és nem csatlakozás, ami óriási jogi különbség. Köszönöm. Liszkai képviselő asszony. Éppen kiküszöbölnöndő ezeket az aggályokat. Én úgy fogalmaznék, hogy mivel nem bizonyított a farkas, és nem bizonyított a város és az állatkert felelőssége, hogy a négyes pontba változtassunk a szövegen, és akkor mindjárt könnyebb lesz. Én úgy fogalmaznám, hogy a négyes pontot, hogy 1995. december 28-án egy elszabadult dúvad több személyt megtámadott. Köztük gyerekeket. A dúvad támadása olyan súlyos sérüléseket okozott, kész. Nincs tovább. Ezt a változtatást javaslom, és akkor kiküszöböltük. Jó, ez módosító javaslat? Kérem? Módosító javaslat? Módosító javaslatnak gondolom, mert így nem vállalunk eleve egy bűnt, ami nem biztos, hogy a miénk. Ügyrendben kérnék szót. Igen, tessék. Köszönöm. Tisztelt Liszkai Teréz. Valóban két papír érkezett egymáshoz szorosan hozzátapadva az ön kezéhez is. Azonban az alapítvány létesítéséről szóló közlemény, az tényleg csak közleményként, értesítésként kapták készhez képviselő társaim, mivel gazdasági társaságok által létrehozott alapítványokhoz a jóváhagyást a közgyűlésnek nem kell megadnia. Ez egy bejelentés volt, pont, ehhez semmiféle hozzátenni, módosítani, elvenni valóm nincsen. Most tehát ezt a papírt tegyük félre, és pusztán az előterjesztéssel kezdődő lapot tessék megnézni. Annak is a határozati javaslatát, amely alapítvány támogatásáról szól. Azt szeretném kérni képviselő asszony, hogy módosító indítványai, ha vannak, még akkor erre korlátozódjanak. Köszönöm szépen. Galbács képviselő. A bizottsági elnök úrnak teljesen igaza van, és nyilvánvalóan neki kell jobban tudni, hogy mi a csatlakozás és mi a támogatás. Elnézést, nem tudtam. A másik oldalról pedig maximálisan meggyőzettem, visszavonom a javaslatomat, hogy a város ne támogassa, pont fordítva. Ebben a megközelítésben maximális támogatást javaslok. Illetve csatlakozást, elnézést, még egyszer. Köszönöm. Liszkai Teréz képviselő asszony. Nem kívánok ezek szerint módosító indítvány, de fenntartom azt, hogy így bűnösséget ismerünk el. Jó, köszönöm szépen. Kérdezem a testületet, hogy elfogadja az előterjesztést. Köszönöm. A testület 36 igen szavazattal egyhangulag fogadta el az előterjesztést. A nyilvános ülés tárgysorozatának a végére értünk itt most. Megadnám a szót először Kékes képviselő úrnak, aki a napirend előtti felszólalások során vitába keveredett Staub képviselő úrra is jelezte számomra, hogy valamit akar mondani. Hát igen, köszönöm szépen a szót, mert ha pengeváltás, akkor úgy illik, hogy a lovagi szabályok szerint történjék, és én ehhez szeretném messze menően figyelembe venni. A közoktatási intézmények átalakításának anomáliái című napirend előtti hozzászólásomban három darab jelzőt tettem, hogy alkalmaztam a helyzetre. Egyik az űrzavaros volt, a másik az áttekinthetetlen, a harmadik pedig az esetenként jogsértő. Nos, az eddigi szünetekben sikerült meggyőződnem arról, és meggyőzettetnem arról,
hogy ebbéli kijelentésem, hogy jogsértő, ez nem megalapozott, ezért ezt tisztelettel visszavonnám, és elnézést kérek a Stauber bizottsági elnök úrtól, hogy nem megalapozott kijelentéseket használtam. Köszönöm. Én meg úgy érzem, hogy mentsem magamat is, hogy a pengeváltása megadtam a lehetőséget az asszóra, nem ami több pengeváltásról szól. Következne akkor Meixner András képviselő úr, egy kérdést tesz föl. A... Polgármester úr, szeretnék én is elnézést kérni előtte az irodától, mert úgy érzem, hogy elhamarkodottan azt mondtam, hogy Silány előterjesztést tett ugyanígy napirend előtti témában. Ez az előterjesztés jó volt, csak nem érte el azt a célt, amit el kellett volna érnie, így módosítanám magam. És ezután a kérdést tenném föl önnek. Azt szerettem volna megkérdezni először is, hogy lesz-e még ebben a hónapban közgyűlés, és miután úgy tudom, hogy nem lesz, akkor csak azt tudom megkérdezni, hogy lesz-e január még ebben az évben, mert van a birtokomban egy olyan levél, amelyben polgármester úr nevében Révész Mária alpolgármester úgy nyilatkozott, hogy a januári közgyűlésen előkerül a szó a pedagógus szakszervezet által kért és frakciónk által támogatott közmeghallgatásról a közoktatás ügyében. Nos, azt szeretném gyakorlatilag megtudni, lehet, hogy egy kicsit körülményesen, mikor fog a közgyűlés erről a levélben januárra datált és ígért közmeghallgatásról szavazni. Köszönöm szépen. Egyről bizton tudok nyilatkozni, hogy januárban nem lesz közgyűlés, február 1-én lesz. És a kérdést nyilván továbbítom dr. Révész Máriához. Molnár Tamás. Köszönöm szépen. Én talán mást is tudok mondani. Az eredeti ígérete polgármesternek így átételesen arról szólt, hogy a januári közgyűlésen bejelenti azt a időpontot, amikor az első közmeghallgatásként, vagy fórumként ezt a ön által felemlített témát fogjuk napirendre venni, illetve megtárgyalni. Nem biztos, hogy a formát megfelelően tartja a képviselő úr, de azt hiszem, hogy nagyban segíti az ön által szándékolt vita, illetve tisztázásnak az ügyét az, hogyha elmondom, hogy a jogi ügyrendi és a költségvetési bizottság együttes álláspontja szerint két vitanapot szeretnénk tartani, és ehhez kérjük polgármester úr hozzájárulását, és remélem meg is nyerjük, tehát összehívja az üléseket. Az egyiket a Fidesz támogatta, azt mondja a Körömi Attila itt mellette. Tehát két vitanapot szándékozunk létrehozni február 22-én és 23-án. Az egyik vitanapnak a témája a város és gazdasági társaságének a vagyongazdálkodása körében mozogna. A másik, a következő napi pedig pontosan az ön által említett területen zajlana az intézményhálózat átvilágítása, az abból levonható tapasztalatok kiértékelése és a szükséges döntésekben konszenzus keresése. Ebbe természetesen beletartozik az oktatási intézményhálózat egésze is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Így már gondolom, hogy kielégítő volt, amennyiben nem Meixner képviselő. Én köszönöm ezt az információt, és tudom azt, hogy most nem jogszerű, hogy én válaszolok, hogy elfogadom, vagy nem. Minden esetre engedjék meg, hogy felolvassam a levelet, hogy tudják, hogy miről beszélek, mert nem erről beszéltem. Tisztelt asszonyom, 1995. november 23-án tartott közmeghallgatáson felvetett azon kérdését, hogy Pécs megyei jogú város közgyűlése a közoktatás helyzetéről is tartson közmeghallgatást, a jogi igazgatás és ügyrendi bizottság elé terjesztettem. A bizottság 1995. november 28-ai ülésén indítványomat megtárgyalta, és úgy foglalt állást, hogy az 1996. januárjában megtartandó testületi ülés napirendjén szerepeljen a közoktatás helyzetével foglalkozó közmeghallgatás időpontjának kitűzése. És ez nem történt meg. Jó, köszönjük. Most már mindent tudunk. Tisztelt közgyűlés, a nyilvános ülés végén vagyunk, tehát most következne a zárt ülés 9 napi rendi pontja. Én nem szeretnék szünetet elrendelni, kérem azokat, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, hogy hagyják el az üléstermet, és rögtön folytatjuk.
Kedves nézőink, befejezzük közvetítésünket, noha az ülés még egy kicsit tovább tart. Ez a mai csütörtök sok mindenben rendhagyó volt, egyrészt amiatt, hogy 2 órakor kezdődött ma az ülés, és abból a szempontból is rendhagyó lesz, hogy eddig a Városi Televíziónak csütörtökön nem volt műsora. Ez ma megváltozik, 6 óra 10 perckor a Városi Televízió megkezdi a műsorát. Aki eddig nézte adásunkat, kérem maradjon ezen a csatornán. Viszontlátásra, viszonthallásra.